Sziasztok, sziasztok, One Piece Podcast negyedik rész, nagyon gyorsan kezdjük a g 8 árkal. Jani, te mit gondoltál erről? Milyen gén? <laughs> <laughs> Mi az, hogy milyen gén nem is Na, az de te jó. Szóval sziasztok. <laughs> itt a One Piece podcast a negyedik felvétele története adása akármi. Én azt mondták, hogy siessek, mert mennének aludni. Akkor <laughs> gyorsan belekezdtem. Itt van velünk Kastia. Itt van velünk és Sanyi. Márké. Hey. És a Jani. Sziasztok! Sziasztok! Na hát ez egy hasonló minőségű podcast lesz, mint a uh, kezdődött. Ugye itt három árkot fogunk megbeszélni. A G8 árkot, a <coughs> Ronguring Rongrendi árkot, ami annyira szerintem a kedvence ja, volt. igen. <coughs> és a Water 7 árkot. Ez azt jelenti, hogy a 196. résztől a 263. részig tart ez a történet. Mhm. Uh -huh. Így van, ezeket át fogjuk végre beszélni. Tetszett neked az összes, ugye? Az összes? Az összes nem tetszett, de a nagyot nagyon tetszett inkább, azt mondom. Átfogó véleményt Sanyitól kérnék így ezekre a szakaszokra. Nem volt jó. Eh? <laughs> Mi? Story kevés, kevés volt, story kevés volt. Igen. erre majd kitérünk úgy. Lájtos volt, nagyon látos volt sajnos. Majd megkapod a kommentelőktől az anyádat. Majd... Nagyon sajnálom Egy hónap múlva. <laughs> December környékén kint leszek úgy. Hát jó, mindegy. A G8 árkkal indult itt a dolog, ami egy filler árk volt, ugye? Uh -huh. mm -hmm. Most egyébként meg kellett néznem, mert nem is tudtam, hogy ez a neve, hogy G8 árk. Ez a filler árként írtam fel magamnak, hogy ja, hogy ez az, az, az nem is tudtam, hogy ez egy árk név. Hát meglepő. Hát az volt az erőd maga, ahova. Ja, maga kerül. Igen, igen. És mi volt így a vélemény erről a random történésről, amit volt? Nem. Nekem csak így a, a gyors vélemény az annyi lenne, hogy nem teljesen értem, hogy miért volt filler, mert egyébként szerintem volt benne sztori, olyan sok nem azért, de ahhoz képest szerintem egy tök szórakoztató itt 8-9 rész volt, és a fillerek közül tökre megérte megnézni. Mert jó volt. Vicces volt. Hát ugye a, a filler az azt jelenti, hogy nincs benne a mangában. Kánonban. Ezért igen, igen, igen. ez hogy ezt csak úgy oda, oda gondolták a készítők, hogy legyen idő. A manga ez csak ani, anime készíti. Anime filler. Ez anime fillernek számít akkor? Milyen, milyen, más filler van? Más nincs. Hát mit tudom én. Akkor, <laughs> ilyen, mert a mangában nincs olyan, hogy filler? Hát nincs. <laughs> hát az a lényege a fillernek, hogy nem a készítő csinálja. <laughs> Jó, ezt mondjuk nekem, ez még nem esett le soha, hogy ez a filler ez ezt jelenti. De jelenti. Ja, ja. <laughs> akkor itt még a, réga, a nem, igen? nem, azt, nem azt mondtad, Máté, hogy ott tehát ugye a One Piece fillereknél ott van a készítő is általában jobban, tehát hogy mint általánosságban az anime fillereknél. Hát hogy ennél ott volt-e bármilyen szinten, azt nem tudom. Ja, jó, oké, oké. De hogy... Úgy emlékeztem, hogy... Én azt azt mondtam, hogy a movikba is bele nyúl rendesen legyen De nem tudom már igazán, én is beszélek össze-vissza dolgokat, tök mindegy. Meg egyébként itt a movik, azok mikor lesznek? Hát azok már most is volt. Van de mi nem nézzük meg az összeset. De egyet-egyet majd a vége felé. Ja, volt már, amit elhagytunk? Persze. Olyan movie? Uh, majd az ez 8, 30 vagy is volt egy movie, azt hiszem talán. Igen, igen, mert én néztem egy ilyen guide-ot, és ott volt magad. a 34-nél. <laughs> ja, nem spoiler magamnak nyilván, de odaírt először a filmet. A Lidl-be se spoiler a Lidl de, -e. a spoilereztem magamnak. Az egészet lesz. Meg is vettem az újságot, és elolvastam. De tényleg megvetted? Dehogy de, meg Olyan komikus dolog, hogy a spoilert lát a Lidl-ben. Tehát ez teljesen, <laughs> teljesen általános helyen, így, így, még ott de. is tudja spoilerezni magának a történetet. Hát ez, a, ez a baj, egy olyan animében, amit így 20 évvel, évvel késve nézünk. Hát igen, ez a baj a mentális állapotot, akkor hogy 20 évvel később kezditek el. Ja. Én nem, Most nem öt nem, jöhetne létre ez a podcast, hogyha nem, nem lennénk ennyire lemaradva. Hát év, nem kezdhetünk volna tíz éve ezelőtt, mondjuk. nem hiszem. Hát jó, na mindegy, akkor beszélgessünk egy minimálisan a G8 árkról, nem kell túlságosan hosszan róla, de tudom, hogy Sanynak is voltak itt nagyon szívének kellemes pillanatok, hogy hogy mondjam. Volt egy kis jelentős, hogy tényleg. Itt, igen, tényleg. igen, voltak, igen. voltak. Na akkor ezeket <gülön> mondjátok, mert nekem ott már a emlékeim nagyon homályosak. Hát minimálisan így összefoglalva a dolgot, ugye, amikor a Skype-járól leérkeztek a mugivara, mugivaráék, ez olyan szar ez a szó így, akkor így Mugiver. ugye beestek, beestek instant egy ilyen bázisnak a közepére nagyjából, milyen zárt, nem nagyon megközelítő kívülről, és egy hát keresztül. Hát Hát ilyen, tűnik, hát ilyen úgy is hívták, hogy sündisznó, hogy mi a szar, valami ilyesmi nem és ott ragadtak, azt mondt, bújdostak, meg lopakodtak, meg ilyesmi, és így vicces volt. Mondjuk egy röviden ennyi. Egyébként abban hasonlít ez, hogy úgy hívták, hogy sündisznó ugye a, a szigetet. Arra emlékeztet, ami, amikor volt az a, az a, kaktusz sziget. Hogy is hívták azt? Whisky Emlékeztek arra? A Whisky igen, igen, igen. Hogy, hogy Eleinte azt hittük, hogy, hogy az aktuszok ilyen... Az és az aktuszok és így sírhelyek voltak. Aktuszból van, igen, és hogy igazából sírhelyek. Itt meg az volt a helyzet, hogy, hogy ágyúk lógtak ki így a hegy oldalból, és azért hívták sin Ez egy uh -huh. kicsit hasonlít ebből a szempontból. Uh, igen. Folytasd, Máté, a magyarázatot. De, de, de nem akartam magyarázni, azt akartam, hogy akkor így emeljünk ki érdekes momentumokat, vicces dolgokat innen, mert itt most Mondjuk, mindig egy fillerről beszélünk. Szóval. Az a vicces, igen, hogy filler, Én valamilyen szinten, már nem is emlékszem rá, de vicces jelentek, nekem is tökre megmaradtak ebből a arcból. Itt, jó, most pont ez nem egy vicces rész lesz, de amikor a szangyék beépülnek, mint szakács, és ott így, a, így ahogy kioktatja azokat a ottani dolgozókat, az nekem nagyon bejött az a jelenet sor, ja. és hogy mindenki próbál enni, és utána a sanji ugye mennyire jó a kajája, és ott annyi, annyira sok poén volt az a kapcsolatban, hogy uh, vicces volt az, hogy a másik uh, szakácsok kajáit megint nagyon-nagyon vonakodva vették meg utána. Igen, valahogy így a Sanji történetek, ez mindig kedvelem, még így, hogy fillerben volt, még így is egyébként. Hát te is ilyen Már lover van boy a Kajás dolgok. Lehet, Igen, és annyi is ilyen, nem is ilyen, amit izé, nem is Igen. <laughs> Meruri, Meruri. <laughs> Igen, ez valahogy vicces nekem mindig, hogy a sanji van szó, és így az, hogy általánosságban ez, hogy a, a kajája, tehát mindig a kajákról, meg kaja elkészítési módokról nevezi el a támadásait, meg ilyesmi, ez így annyira valahogy egyedülé teszi számomra a karaktert, hogy így minden jelenetét, amiben ő van, így, így kedvelem, így alapvetően, így adag, hogy tudnám, hogy bármiről, hogy miről van szó. Uh -huh. Nekem szerintem ebben rejlik így a karakterkedvelése. És ki most, ha már karakterkedvelés, neked Sanyi van már így kedvenced? Chopper. Chopper. Chopper? Sanyi az a gyerek, akinek, hogyha Annyira jutogatják aranyos. a macskás TikTokot, akkor az így ez Ezt hallott, kiabálja <síns> a szobájából gyakorlatilag. Van a szeme helyén ilyenkor, igen. Ja, szívesen. Nem is igaz, nem is igaz. <síns> de egyébként minden, ami is, akkor neki szétesik az arca. <laughs> igen? Na mondjad, igen, most nagy, nagy csönd, nagy hatásszünet volt. <gül> <gül> én nem, nem én, én Igen, Chopper, Chopper, ja. nekem abszolút kedvencem. Máté? Hát a jelenlegi felhozatal. A jelenlegi felhozatalban. A Várjunk, csak azt mondom, a 6. rész környékén lesznek az igazán jó karakterek. <laughs> <laughs> ez ilyen ez a... olyan, fura belegondolni tényleg, hogy még egy csomó karaktert nem ismerünk, sanyi akik már így meg, megjelennek, meg ilyen közkedvelt karakterek azóta. Egyet szépként hát, már azóta is Máté is spoilerzet, én erre emlékszem. Mit? Hogy lesz egy karakter, akit ő nagyon kedvel, és majd ez már meg is jelent, a, hogy meg lett említve. Nem ezt mondom. Meg lett említve az a karakter, de én nem, nem mondtam azt, hogy két, én azt mondtam, hogy ott már emlegettek előre egy karaktert, és hogy ez egy nagy foreshadowing. Ezt te kérdezted, hogy van, van így az elején bármilyen nagy foreshadowing előre, és én mondom, hogy van egy karakter neve, de én nem mondtam semmi egyebet róla. Tényleg. Mert a Jimbe nevezető karakter volt az Jinbe, Arlong Park, jó? <laughs> igen, igen. És egyébként, így itt a Water 7, meg ez, ezen a környéken itt így reng, olyan forsadobingok vannak egyébként, hogy ez ami eszméletlen. Így másodszor a nézői nagyon durván beütött. Nem mondom oh. meg, hogy mik. Azt a... Ez egy csomó helyszínnév hangzott el, ami jövőben is így fontos, meg ilyenek. Ez azért mert elmondani, hogy úgy sem emlékeztek rá. <laughs> sem élem. Pontosan. Én nem is emlékeztem, hogy voltak helyszínnevek. Hát itt is, mikor először kimondták, hogy NES lobby, akkor majd mondom, hogy de jó, de jó. csak ez itt rögtön, igen, csak ez igen, csak ez itt rögtön relevánsá válik, a legtöbb meg nem fog rögtön relevánsá válni, hanem majd X idővel később. Aha. 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 Kondoriano. Kondoriano megjelenik. Na, beszélj már Hát ugye megjelenik ez az ellenőrző tiszt, aki Tényi. ellenőrzi azt, hogy, hogy így a, a G-8 az létezhet-e tovább, létezhet -e és ő hamar, tom. hát hogy így megszüntetik-e, van-e értelme, hogy ott van, stb., hogy ki, ki dolgozik ott nem tudom hány ezer katona, és akkor igazából nem, nincs ott semmilyen veszély és akkor ezt ellenőrzi, hogy valójában ez így van, vagy sem, <laughs> hamar. Öt a karakternek a nevére nem emlékszem egyáltalán, csak az, hogy Kondoriánu. átkeresztelték Kondoriánorra. Ami Shepard volt, nem? <laughs> ja, az Shepard volt, igen, Lutheran Shepard. Jaj, ha. tényleg, igen, 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 igen. Tényleg. És <laughs> bekerül a, a börtönbe, mert Kalóznak hiszik, és és Usop a végtelen zsenialitásával azonnal leveszi, hogy őt így kalóznak kell gondolni. Ja, ez a nagyon okosaknak van. Igen. És ad egy nevet. Amit nem tudom, hogy hogy jut valakinek az eszébe, hogy Kondoriánó. Tehát már eleve ez a név, hogy így gondolkodás nélkül rá rá. Na, mi ez? Ráad a, a nevet, hogy Kondoriánó. Hogy és onnantól kezdve csak így, csak így uh, uh, szólnak hozzá, hogy Kondor Jánó. is és a Kondor nevet. Pontosan, <tosan> gyűrű kuró utalással éljünk. Uh, nem, nem tudok most így hirtelen róla mondani többet, Máté esetleg. Én nem írtam fel <tosan> semmit, mond, mondtam, szóval neki a bármi. abszolút... Oké, okay, ez, ez csak így a, a viccesége miatt kellett megemlíteni Kondoriánot, hogy, hogy egy ilyen teljesen ilyen gondolatszűrte karakter. még bocsánat, egy szóval... Kondoriánon kívül nekem amiből ez, még tetszett ebbe az árkba, meg igazából ebből a három árkba, amit néztünk, az az volt, hogy valami ezt szinten követte a realitásokat az anime, ugye, hogy az égből lepottyan a, a Mary, és ugye a Water Seven árkba meg ebből egy nagy izé, fő konfliktusa van, ugye a hajónak az állapota. És nekem ez egy nagyon ilyen hm, meglepő dolog volt az, hogy így követi valamilyen szinten a hát a realitást az anime, hogy na hát így az ilyen dolgoknak ugye következménye van. És nekem ez ilyen szempontból nagyon tetszett, hogy ha 200, vagy nem tudom, hogy ezt a, ezt a filler árkot kihagytuk volna. Ja nem, hülye vagyok, mert a, az előző árk végén ugye már lezuhannak a oda a, a börtön, börtönös részre, és ugye úgy kezdődött volna a következő árk, hogy már csak így jönnek el a, a polippal lebegve. Mondjuk akkor viszonylag nem ja, volt ja. hozzásokat, de valamilyen szinten meg lesz magyarázva. De ráerősített igen így a Aha. nézők számára, szóval valószínűleg ugye tudták, hogy hogy lesz a folytatás, és végül is azt még egy fillerrel megtehetik, hogy ráerősítenek így a nézőknek ja. arra, hogy hogy miért lehet az, hogy így megsérült a hajó, és hogy miért lehet az, hogy... Igen, a... de már az ottani ilyen kis ezermester emberke is mondta, hogy itt most izé több, többet kell majd rajta heggészteni. Mi tényleg? Meg, hát el ja. azt is, hogy ja, én sejtem, hogy ki az, aki, ki az, akit láttál Skype-ján, csak nem mondták ki a helyszínt ja. meg a dolgokat, csak így ja. a mondat. Ja, tényleg, és elvitték az öreg embert. Ja, még, még én, amit ki akarok kevenni ebből az árkból, azok a lebukások voltak, hogy azok nagyon viccesek voltak, amikor Luffy lebukott, és ott a kojával, ahogy így megeszi a izét, nem tudom, a húsgolyót, és akkor nem bírja ki, hogy ne egye meg, és így a hosszú kezével oda nyúl. Nem tudom, tényleg ez az ár, inkább csak vicces volt, mint úgy, hogy bármit adott volna hozzá. Mm -hmm. hát igen, ez, ezért is mondtam, hogy ezt szokták így a... ilyen nagyon viccesnek nevezni. Ezért is nézettem meg veletek. Én nem uh -huh. láttam korábban egyébként. Nem mondom, hogy most sokat láttam belőle. Hát. Túlzottan nem érdekel téged ez. Nem, nem is vál. az, nem az, csak egyszerűen olyan időszakokban néztük, hogy így annyira nem voltam életképes. Aztán néhány rész, négy jobban ott kébe voltam. De volt olyan két-három része az ágban, egyszerűen nem tudtam figyelni, bármennyire próbálkoztam vele. <túzott> Jó, hát szerencsére ez egy nem olyan dolog volt. Igen, nem volt fontos. <túzott> <Úgy> <túzott> de ami még kiemelésre alkalmas szerintem ez a amikor megpróbáltak kijutni egy, um, egy ugye ez az impact dial, ami, ami bármit így a, a, közelében, amikor aktiválják, Befín. uh, keres így a társában egy táskájában egy, egy, egy és igen, el, először volt egy, uh, nem, nem, tudom, hogy hogy hívják, egy ilyen hangvisszajátszó dial, az is volt, amit, volt amit kétszer aktiváltak, és először, az jött ki belőle, hogy ez a ki kígyó. Igen, no, <laughs> ez, a kérdés lett be, És hogy ez, 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 az előző árkból a, a, hat, ez a, nem tudom, Jormungandőrnek a, Igen. a igen. ilyen reakciója a hát az, az, konkrétan úgy volt az olyan, hogy hát megnéztem, hogy <laughs> mikor ott mennek, és ott fekszik a kígyó, mert nem tudom, kirúgta, lerúgták, hogy valami történt, és akkor ugye valamit mond Zoró, és erre válaszolja Uszop az, hogy ez a hígat kígyó. <laughs> és, <egy gül> és akkor ugye ezt vette fel. Zoro igen, ezt felvette, aztán Zoro megint reagál valamit rá, és akkor ez a higget ki így jó, és akkor az meg kiakadt, hogy mit ismételgeted magadat. Aztán akkor az a röhög az úszorabb, hogy ott, itt van a kajdó, ez ebből jön a hang. <gül> <gül> és akkor az ugyanúgy megtörtént itt csak már elfejtették ők is, hogy van ilyen. <laughs> igen. Ez teljesen lefőtt akkor Usopp egyébként, az vicces volt az a reakció. <laughs> az itt az, az az is a reakció hogy olyan, mintha valami Rossz dolgot hallottunk volna bele. <laughs> <laughs> hogy így igen, így, igen. Így, ó, nézd mi van a drágomban, ó, ez egy igaz kígyó. Igen. Nem értem. Félreértető volt a szituáció, így a marin, hogy nem kalózok, hanem mik azok, a tengerészek szempontjából, igen. és akkor így ez így kicsit beégett. Igen. igen. Nem tudom, ja, hogy meg egy... hát igen, hogy az jól be belefingott. <laughs> Miért ezt Miért csinál ilyet valaki? Ó, oh, Istenem. Szopnak azért tényleg vannak vicces fasságai. és akkor úgy jutott ki, hogy a fing az begyulladt konkrétan, és úgy kirobbant a, a vörtön a, a ja. szélsőséges baromságokkal teli árk, ez filler árk. Nem is, nem, is, nem is kéne túlzottan sokat hozzátenni, szerintem. Ha valamit van felírva, ami gondolat, akkor nyugodtan, de amúgy tovább menni még nekem igazából még azt tetszett, ahogy elmenekültek, az kreatívan volt megoldva. Ja, azt, azt én is de. megemlítettem volna, meg talán annyit, hogy, hogy ez tényleg ez a ez, um, filler arc, ez, ez megérdemli így a világ legjobb fillere a címet, vagy hát legalábbis ott van a popban. Meg az túlzás, de, de... de... Ez, Na, szerintem, hát mondja már, jól mondja a már jó fillert, Jani. Hát ezt se, sem tudtam, mi az eddig, hogy filler hát ez az, akkor mi az, hogy ez túlzás? Akkor <laughs> ja, nem tudod. ja, nem általában állt, a fillerek nagyon gyalázatok egyébként. Amit hát meg akarok így... említeni, az az, hogy Luffy miért a gatyájába tartotta a polipot. Hát ez jó kérdés. Hát ez, hát, ez, hát, ez jó kérdés. Tényleg volt Lehet, hogy voltak kellemes pillanatai. Aha, én is erre gondoltam. <gül> Értem. Most <laughs> rákeresni. Kíváncsiak. a gatyájából. Én, én sok mindent tartom a gatyámból. Jó, Boptok szerintem menjünk tán... a long ring long lang átra. <laughs> Oké, okay. Long ring long rendi. Hosszú yeah. Ja, Janinak a kedvence. Na, mondjad, na, mondjad akkor, te szenvedés. Úristen, ez, ez az állat. Már én majdnem írtam, hogy én ki akarok szállni a podcastből, mert... Ez még nagyon nagy szerencse, hogy a One Piece verziót néztük, ami ugye jó sok mindent kiszed belőle. És még az elén úgy bíztató volt, hogy megérkeznek egy ilyen viszonylag nagy pusztasággal teli szigetre, ahol minden ilyen rohadt magas, és így elnyújtott. és az, az elején nekem tökre, tökre, tökre tetszett az a, az a felvetés, hogy mit tudom én, van nyolc sziget így egymásra egy körgyűrűbe, és hogy öt évet ö, töltenek el a telepesek, és utána, mit tudom én, erre a szigetre csak 30 év múlva jönnek vissza, és ott az, aki ott ragadt, az annak hogy életet le kell élni úgy, hogy csak vár. És én a mondom, eddig ez így egy ilyen rohadt jó alapfelvetés ja, Premisz, ja. Viszont utána, utána egy a <laughs> hülyeségbe ment át ez az, az ár, <laughs> ahogy így random lelövik a azt az óriás lovat, és egy ilyen játékba milyen Jack Jack játék? David Backfight. Jack Jack. David, David Backfight. Ja, igen, David, back. <laughs> David. David, David back -em. David Backfight. <laughs> Megint nem jól mondtam ki. De mindegy, ebbe a játékba belemennek, és egy ilyen, úristen, olyan idegesítő, <laughs> egy tipikus rossz anime lett a, <laughs> ebből az árkból. Gyűlöltem. Nem is értem, hogy ti hogyha szerettétek, akkor hogy szerettétek ezt? Dehogy szerettük. Senki sem ja, szereti jó. szerintem. <laughs> itt az itteni főgonosz a Foxy. képessége, hogy ez a slow beam az egy rohadt jó erő megítélt itt képesség lenne, amit jobban ki lehetett volna még később hasz bontani, bontani. De itt egy olyan karaktert kapott ez a Foxi, hogy hú... Nagyon sokszor nyelnem nem lett a... a ja, Luigi A, a könnyeimet. A könnyeimet nyelni kellett. folytassátok Igen. kicsit Nekem egyébként a Foxy az annyira szélségesen retardált, hogy nekem vicces, mint karakter mikor róla van szó, úgymond, de így összességében nyilván nincs olyan pillanata nagyjából ennek az árnak, amit tetszene, úgy, oké, az első rész, egy-kettő rész, amíg ott tényleg arról van szó, hogy meg vannak nyúlva dolgok, meg az öregnek a története, meg a lovacskás jelenetek, közök úgy jók, abból el lehetne indulni, abból ki lehetne indulni egy tök jó történet irányába, de hát ugye nem ez történik, hanem megjönnek fogsígyük. egyébként annyi jó lehetőség lett volna. De tényleg nekem is nagyon tetszett a Foxy-nak a képessége, és amikor így el először használtam, mondom, ú, uh, akkor a lehet a, töb a többi challenge az majd ilyen érdekes lesz, vagy vagy használva lesz jobban a képessége, és nem. A karakter ugyanolyan idegesítő, maradt egész végig. A, a képesség szintén nem lett annyira kihasználva. De bár idegesítő? Én szerintem nem gondol. De rettenetesen. Szerintem ő nem idegesítő, hanem a, társa idegesítő. Igen, a jó, a Ő maga a vicces, vicces szerintem. Hogy ő maga poén. Igen. Mondjuk volt egy-kettő vicces, még az elején, mikor ugye, hogyha megsértik, akkor <síl> ő egy, -egy <síl> maga alá kerül, de az, azt a viccet, azt elnyomták, hogy ötvenszer nem viccelek. Szerintem epizódonként volt, vagy háromszor. Ez szerintem <gül> Jézusom. <gül> Nem Na tudom, jó. hogy hol hagytam abba a onandómat. Mindegy. Nagyjából ugyanazt gondolom, mint a Jani. Talán egy ke kicsit kevésbé um, szélsőségesen, de ja, szerintem is idegesítő volt. <laughs> nem, is az, hogy nem az, hogy idegesítő, hanem hogy nagyon fárasztó volt például, amikor volt az első verseny, ugye, vagy, vagy első feladat, ugye ott a, nem tudom, egy ilyen versenyzés volt, hogy el kell jutni abból bébe, és oda hamarabb. Na az, tele volt ilyen idegesítő időhúzásokkal. tényleg itt, itt visszaemlékeztem arra, arra a Mátének a megjegyzésére, amikor azt mondta, hogy nagyon jól van, pisz, csak nagyon sokszor nyújtják. És itt volt az, hogy először azt éreztem, hogy úristen, itt ez olyan szinten el van nyújtva, meg így húzva, hogy mesterségesen generálták ezt a versenyt egy ilyen két, két epizódnyi kontenté. Uh, Ú, uh, az, az nagyon, kell, nagyon fárasztott. Pedig ez még a One Piece verzió volt. Igen, Amikor pedig ez még a G8-ra, hogy ah oh, Igen, igen. Megnézném még egyszer. Az még ennél is jobb volt. Én, szóval, ja. igen, Én... szóval vannak a Van piece azok a dolgok, amiket nem szerettem, és soha az, az egyik az ez de például a skype át sem szerettem, ugye annak idején, hogy meséltem meg az arabasztát annyira, azokat így másképp éltem meg másodszorra, de ezt ugyanúgy szarnak. <laughs> Nekem amúgy maga a koncepció, meg így nagyon sok minden tetszik így alapból, csak amit így kihozott belőle oda, az nem jött soha be. Nem nem. is tudom, tudom, mi volt a Jó koncepció volt, ahogy elkezdődött. Tehát tényleg, ez amit mondott a Jani is, hogy van ez a, egy full a <laughs> na, na, na És, na, 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 És mégsem, mert a végén azért fontos dolog történne. Azért, azért az oda volt téve a vége. <gül> <gül> ja, az Ja, mondjuk az még ehhez az árkhoz tartozik a, a vége. Ma maga a végső fight, így a, Ma a valuigi val meg, meg Luffy-val nekem azt tetszett úgy nagy részt. Egy picit hosszabb volt, mint kellett volna, picit túlságosan sokszor tért vissza, hogy hogy mondjam. De így maga a harc, így nekem jó volt nagy részt. Amúgy. Nekem, nekem ja, az, az, az a. Az volt a legnagyobb bajom ezzel a harccal, hogy amúgy voltak benne jó pillanatok, de néha olyan szinten lemented a doba, kezdve azzal, hogy Luffy valamiért a, a, a volt, és ilyen afró hajat magára. Nem érted az afró Én azt nem hát, értem. az volt a box, box mérkőzés volt az utolsó challenge. És hogy az az, az afró az előbb erőt ad neki. Nem és mond, ha, ott... Jani, te nem érted, hogy miért kell afró egy férfinak? Nem. Na hát ez a baj. <laughs> Ezt akkor magyar Ezért tettem. nem leszel soha jó boxoló. Ezért nem leszel soha jó harcos. <laughs> Ezt, most lépjünk túl ezen, mert ez nem fogom bírni tovább így. Nem fogom. Na hát, ne keressem, mert ki a One Piece. Ezt kis megint a mindent. Kicsit csalódtam azért, ezt el kell ismerni. Ott, a, ott az Usopp Luffy páros, amikor így ő volt az edzője, és ő volt a bokszó, az, az, egy jó utalás volt szerintem. De az, az jó volt, igen. Az, az, a, még a... az, még egy, az még egy plusz volt. Jaj. Az így ott jár. Meg egyébként még talán, hogyha a legpozitívabb része ezeknek a faj, játékoknak az a, az a focizás volt, ami egy nagyon nagy fasság volt, hogy két ilyen izé hegy, hegy ellen kell játszani, most pontosabban három hegy ellen kell játszani a két kis sanji és Zorónak. De az egyébként ott tele volt én izgalmas ö, részekkel. Nekem az volt a legfárasztóbb egyébként, szóval. <laughs> Nekem az jobban zsibaszott, mint bármelyik másik pillanat, igazából. Mondjuk talán azért, mert tudtad, hogy úgyse fognak kikapni még egyszer, mert akkor akkor már 2-0, és annál nem tudnak visszahozni két karaktert. Hát nem csak az, hanem egyszerűen, hogy az, nehogy már Zoló ne tudjon ketté csapni valakit, meg Sanji is ketté rúgni az egész pályát úgy helyben már ezen a ponton, de mindegy. Jó, de ott még nem, tud, nem tudhatod, hogy igazából a Sanji meg zorú ereje az ezekhez képest mennyire nagy. Hát sokkal nagyobb én, ezt így biztosan mondanám. Egyébként ilyen, ilyenkor vetődött fel bennem az, hogy ö, ők egymáshoz képest ki melyik az erősebb. Hát ti egyébként én... erről hogy vélekedtek? Zoró. Hát, ja, igen. Karda Nekem... Zoro mindenképpen. Nem tudom, egyébként néha meg vagyok győződve, hogy Szent erősebb, de én is Zorót mondanám. Az oró a másik embere, luffy nak Na csak ő lehet nekik a másik legerősebbnek lenni. Aha. Kardal. Kardal, Kardal zoro. Zoró. Hát, a kard az a kard teste része. Már kérdéses. A kard a teste része. Így van. Na hát itt Jó. is akkor hagyjuk ezeket a retardáltokat. És itt, itt ennek a kis árknak a végén érkezik meg ide, most hát itt meg rátalálnak egy másik szigeten, ugye, egy másik karakterre. Mhm. Uh -huh aki nem más, mint az Aokiji bácsi, aki ugye egy admirális. Na ezt most segítsetek elmagyarázni, hogy a, a Marine be az admirális, az mondjuk a második legnagyobb titulus. És az admirális ö, fölött van a general admirál, vagy mi? Mi a general ezt is a Máté mesélte. Semmi, át... <laughs> ha, Most jelenleg három, fő, három admirális van, meg egy fő admirális. Mellettük ugye az, az, a Goroszelj a van, a, az öregek vannak. Itt láttunk most helyen. is. Fölöttük még nem tudjuk ki van. Lehet, hogy ennyi tudja, e -hát. mert látod egy spoilert, De ja, ne add tovább, fél. kérlek. Jó, azt nem adom. És ugye, alattuk vannak még ilyen... Bocsánat egyébként, itt közben USB lecsatlakozásaim történnek, nem tudom mi van. Szóval alatt, ugye admirások alatt meg vannak ilyen vice admirálok, nem tudom magyarul azt hogy mondják szépen, al-admirálisok, de őket úgy általában nem, nem lényegesek, úgy általában egy-kettő, majd később talán, nem is emlékszem most így hirtelen pontos, hogy kicsodák, de egy-kettő érdekesebb, meg így előtérbe jöhet, de gyakorlatilag senki más nem fontos, csak az admirálisok így általában. És abból van három. A sima admirálisból három, és egy főadmirális van, igen. A főadmirális, azt már láttuk. A főadmirális, a földben az a Luffy nagyapja, mint az anime-be? Nem. Vagy a Netflix sorozatban? Ott <gül> ő. nem, <laughs> <laughs> ő Vice <vajszadmirál. gül> Ja, ő, is Vice Admiral. <laughs> Így van. A földben azt láttuk az előző ézében, amikor volt a gyűlés, a... mikor ugye kiszedték a krokodált. A fővárosban. Hogy mondjam? Szóval a krokodál helyére akartak keresni egy új embert a Szucsi Bukály Tagjaként. És ugye be jött a csávó, hogy mondja, hogy a Blackbird-et kéne. Aha, valami rémi. Na ott volt az a csávó, és a Sengoku főadmirális. fő, fő Az a neve, várj, már nem tudom, már én se. Az, jó van. <laughs> Vagy nem volt ott? Na jó van, én már nem vagyok ebben biztos, nagyon régen sem volt, se. és Ezt nem van. nagyon figyeltem abban a jelenetben. Hát ez általában így, amikor a lényeges dolog történik. már megkaptam az oltásomat, szóval Igen, nem a, a, a azzal kapcsolatban gyarja, hogy a rinja, hogy nem, volt semmi történt -e a az nem, nem semmi. És mikor akkor nem figyel, amikor történek a dolgok, érted? De nézi, mikor a filler az végignézi, vagy a feszülten nézi a fillert. és, a, és smoke, az minek számít? A smoke, a smoke az, semmi, kapitány csak. a kapitány az illető. Az illető. Azt hiszem ez megelőző. Csak úgy hogy ez ilyen táblázatban hogy van foglalva, de félek, hogy spoiler ez. Hát, tényleg nagyon karakter, aki azt ott kicsoda, és aztán <laughs> hát, lehet hogy is kéne tudni. Nem tudom, hogy az Aokiji névet használták nála? Most ez lehet ez is föl, Én, Én is úgy írtam föl. Én is Aokiji-nek emlékszem. Jó, minden... Igen. Minden, akkor oké. Okay. <laughs> 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 uh, Csak lett egy harc, de... A harcnak a nem lehetném. Részek, a hátra lévő részek... Uh, tekintetében nem gondoltam, hogy egy nagy harc lesz. Életben hagyta a rufit, aztán mentünk tovább a waterson re lényegében. Nagyon jó, hogy Mindenkére. elvetted a szót, csak úgy. És így lezártad ja. le az egészet. Ja, volt egy harc, és így ja. tovább a találba. Még volt. mondani valamit? Csak így, így elvesz, el. El. Ami Nem kapsz szót, addig nem beszélsz. Úgy okay. <laughs> a éle adásba a gyereket. <laughs> Kivágjuk. Aszik, hogy erőszak van. Nem, hát ugye azért az, az a képességéről csak beszélnénk már egyébként, ez a Ice Age, ez a jeges-jeges gyümölcs, nem tudom, minek nevezem szépen magyarul, azért az eléggé oda volt csattintva. Hát az baszott erős, tényleg. Ugye ez is ilyen logia típusú, szóval ezek ilyen brutál, nem normális történések. A várj, logia típusú van az észnek is. Ja, az a tűz, hát azok a az elem jellegűek, ezek ugye mind logia. Mhm. Uh -huh. És hát, e, ja, be, hogy mit hány kilométeren kérdezt a tenger, csak úgy az át lehet sétálni rajta, az ugye magába szerintem már menő ja. karakterét teszi. Meg ugye kiderült az, hogy Aukiji ismeri luffy a nagyapját is, hát nyilván mivel egy rendszerben vannak, hogy nem tudom, minek nevezzem. Féltem még azt, hogy jégvarás, ez nem tudom. <laughs> Mire utal? <laughs> Bocsánat, most úgy szokok élni erre, hogy megemlíti Luffy apját, vagy nagyapját, Ugye mi már tudjuk a sorozatból, hogy a Luffy nagyapja kicsoda, de ugye itt az animében még kell volt így elhívása. Még egyáltalán hogy... nem? Aha, szerintem még egyáltalán nem. nem. És ez egyébként uh, akkor mi már nekünk ez egy valamilyen szinten tudás ilyen szempontból, hogy a nagyapja kicsoda. Mondom, Na, a spoiler. Aha, ez spoiler, ja. <laughs> Mit Jaki gondoltok, mondja. hogy egy ilyen menő karakter, mint Aokichi, miért biciklizik? <laughs> Ez, ezt meg akartam kérdezni én is, hogy az nagyon, nagyon ilyen, uh, ilyen -e a karakternek, hogy, hogy ő csak biciklizik, mert megteheti. Ezt nem, nagyon ráír. Rá Random dolgok. Nagyon ráír. Miért a biciklizem? befogyaszt egy tenget, az biciklizik. Mint a, azért a, a Mihók a kis csónakjával. Hát úgy, igen, csónak, van. <laughs> ja. Hát, tényleg, egy, minden, OP karakter, hogy hülyeségek közlekedik. De ha belegondolsz, ez, egy, ez egy, egy, nagyon ilyen izé félelmetes, hogy meglátod, mint kalóz, hogy be van fagyva a tenger, és ott biciklizik valaki. Azért az mondjuk hogy, hogy a, is. Mondjuk figyelj, ha be van fagyva a tenger, akkor nem nagyon haló hajózol. Hát jó, de mondjuk csak a, a hát, maga alatt fagyasztja be. Maga alatt vágja a tenger. De látszik, hogy befagyasztja az egészet, amelyre megy, nem? Nem, nem? nem, nem így logikus? Hát, azt, 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 is meg tudja csinálni, nem? Hogy izé csak éppen maga alatt fagy be. Igen, és akkor fontosan elolvad mögött instant? Vagy? Aha. Szerintem úgy csinálta Oké, okay, nem mutatta. Úgy volt a jelene. Okay, is úgy jelent. Uh, mondja, megnézem. <síthat> Jó, mindegy, menjünk a Water 7 -be. befagytak emberek. <laughs> itt a Water 7 elkezdése előtt így magáról az árkról azt akarom mondani, magáról a Water árkról, hogy, hogy, itt a korábbi Arkok azok így azt mutatták meg, hogy ebben a világban így, hogy ilyen, hogy mondjam, szóval, hogy milyen messzire nyúlik a történelem, hogy so van egy csomó birodalom, vannak ilyen királyságok, szigetek, különálló közösségek, meg majd, hogy nem ilyen elszigetelt helyszínek vannak, ahol akár azt is mondhatni, hogy ritkán találkoznak kívülállókkal emberek. Persze vannak ilyen fontosabb központok, ahol összegyűlnek, meg mit tudom mint a Luketown, vagy akár az előzőből a Jaya, ahol így azért megálltak sokszor kalózak, meg mindenki. És ez az ark, ilyen, Megmutatja azt, hogy így ez a világ amúgy sokkal veszélyesebb és félelmetesebb, mint így korábban gondoltuk volna. Mert itt azért így meglátjuk tényleg annak is, hogy a, azt is, hogy a World Government, a világ kormány az milyen erőbirtokában van, amikor egy random kisebb egységük, az milyen erőre, milyen erővel bír lényegében. Uh -huh meg hogy menjek kegyetlenek, és hogyha akarnak valamit, azt így minden áron átgázolva, minden áron akár simán le, megszerzik, szóval nem, nem éppen jó arcok így itt a kormánynál az emberek. Hát, mint a valóságban kb. szerintem azt hát, akarta ezzel a oda bemutatni. Ráadásul ennek a fő vezére az tényleg a legerősebb karakter lehet, szerintem. Lehet. De Tehát itt így van felépítve, hogy minél nagyobb a hatalmad, annál erősebb is vagy. Nem, nem, Biztos... nem életlenül kis csapat volt ez a CP9, mint később. Ja. Kicsi, de effektív csapat. Vannak így ellenvetésem az, aki a legerősebb a világban, meg ki nem, így hatalom szempontjából, de hát ezt most hagyjuk. <laughs> hát, mi... Most mondjad. mondjad. Most. Mostanában szerintem uh... Jobban kibontódott az, hogy, hogy mekkora ez a, a világ, amiben játszódik a One Piece, és hogy a lufiéknak, tehát tehát minden egyes tagjának, így a mugiwara van hova uh, fejlődni így erőterén, szerintem. Most először mutatkozott így, meg. Igen, igen, tehát hogy a, a Aok Aokiji, Aokiji karakterével is, meg a, ugye a következő CP9-es tagoknál is látszódik, hogy itt, itt sokkal nagyobb öreg, ez a világ, nem. és sokkal, igen, igen, itt, itt sokkal e, itt van hova fejlődni, és így, így, így. egyébként itt Nagyob, nagyobb, így, engem, így a, a, skála, amin, amin mind, haladnak így a, Mindig a meglep. Igen, Az, ezt és az arra, sokszor meglep engem, hogy amikor már azt érzem, hogy a Zoro vagy Luffy túl erős ebbe a világba, akkor mindig így visszakerül az izé táplálékláncnak a sokkal alacsonyabb fokára ebbe a, abba az ágba főként ez volt. Nem értek hát, Jó, igen, hát végül is um, nem lenne ilyen harci anime, hogyha nem ez lenne a helyzet, hogy mindig van egy, egy underdog, akinek is fel kell küzdeni a magát, akkor ők az, az a ja. főszereplők azok. De hát, ja, nyilván ezért, ezért működik úgy, ahogy működik. Akkor vissza kell hoznom. Szerintjük. Vissza kell, kell hoznom egy korábbi beszélgetést, amit már egyszer végigmentünk rajta, hogy szerintem a korábbi árkokban minden egyes alkalommal mesterségesen voltak, hogy legyen gítve ilyen olyan formában luffy és most De volt az első, amikor ténylegesen olyan ellenfél volt szembe velük. Ez nem biztos, hogy jól mondom, mit akarok mondani. Spoiler lesz. Fogadni. De most ők nem is harcoltak szinte ilyen jelentőségteljesebb karakter ellen. Ja. Yeah. Mármint Luffy Korábban? És Zoro ugye most. a legerősebb. Most. Most. Jó. Tehát a cp 9 nem láttad őket harcolni, jó, ott voltak a szobában, oda vert csin. valaki, aztán ennyi volt, de hogy nem volt így rendes hát azért, harc, amikor, harc. amikor ugye Lucsi azért kivágja az ablakon őket a picsába, azért látod azért a szint között különbségeket, vagy nem tudom, hogy mondjam. Igen, igen, igen. És azért... de azt betudnám annak, hogy ilyen váratlan támadás volt, mert az ilyen azért sokszor volt már most, tehát hogy korábban is hogy ilyen váratlan támadás, és akkor... Nem, az nem volt váratlan. A, Luffy vagy, vagy Zoro. Francokat, az nem volt váratlan. Mikor ott áll a és átalak ilyen izé ami a szarra, és így ki, kivág az ablak a picsába, torkodnál fogva. Ez nekem az meg átszúr, mert mit tudom én, Az nekem nem váratlan támadás, mondjuk. Nekem én mindig úgy voltam vele, hogy a legtöbb esetben Luffy, az alami, meg Luffy, meg Zoro majdhogy nem minden esetben le voltak valamilyen szinten. Luffy, meg Crocodile harc volt az, ami, ahol szerintem Crocodile jóval erősebb volt, és Luffynak víz kellett ahhoz, hogy legyőzze konkrétan a tudszot, az embert. Uh -huh. meg hát mondjuk oké, okay, a nl is az volt, hogy ott meg szigetelte magát, szóval kérdéses. <laughs> De így, ja, itt, itt érzed úgy igazán, hogy mint hogyha keményebb lenne a helyzet egy picit. Mindegy. Ja. Igen, sziasztok. <laughs> <laughs> Na, <Nem. gül> egy, egy nem, nem, is az, csak egyből már végére ugrottunk. Uh, nekem ebbe az árkba kezdés nagyon tetszett, hogy ennyire kreatív maga ez a Water Sevennek a, a városa. Hogy Jobban tetszett, mint a egy, eleve az, hogy egy vízzel vonat, már ez nagyon nem tudom, nagyon nagy faszt okozott ilyen közlekedéshez értő emberként, <laughs> hogy ez hú, ezért ez talán nem megvalósítható, de mint anime, meg elgondolás azért tökre tetszett. És még az is, az is nagyon tetszett, hogy később így a, a flashback árkban mennyire jól kibontották, hogy mennyi mindenre gondolta Tom a vonat készítésekor, hogy ez működ, legyen. Szóval itt az oda tök, tökre látszik, hogy csomószor utána jár a dolgoknak, hogy ha bár légből kapott, meg ilyen elképzel dolgokról van szó, de hogy, legyen mögötte egy, egy logika, hogy ez miért működhet. Ne. És ez nekem nagyon sokszor tetszik az animébe, hogy el vannak magyarázva, meg ki vannak bontva így a, a világnak a szabályai, főleg itt. Tanulsz belőle. Ja, igen, tanul, okosabb leszek a Van Pistol. Na mindegy itt a... Enni okosabb? Ja. Még így a Water 7 elején kicsit kicsit nem tetszett, inkább azt mondom, nem az, hogy nagyon nem tetszett, ez a, az a része, hogy beváltják az aranyat, és aztán az, a rohadt sok pénzzel meg ott flangálnak. Ez nem tudom, ez nekem ez egy tipikus olyan dolog, amikor valaki pénzzel sétál az utcán, hogy nagyobb értékkel, hogy ez így, itt triggerel engem. És az, mikor a, a, a Luffy így kiabálja, hogy, hogy így, ne, hogy itt van 300 millió beri, Hú, hát az nagyon sok szájjal így... azzal a bizonyos erdőben. Ja, itt nagyon sokszor így felhúztam a szemem hogy most így ez biztos, hogy arra lesz, hogy nagy vért verejtéket izzadva megszerezték a pénzt, és csak így el fogják lopni. És nyilván ez lett, és ah, én mondom, ez, ez, egy annyira egy ilyen olyan plot, plot, plotja az animének, hogy ez így kilométerekről látható volt. Tehát aztán, ha Istennek nem volt annyira uh, kilométerekről látható így a lebonyolítása, az már egy sokkal jobban tetsző megoldása volt számomra. Nektek? Hát én azt fejtettem, előbb mondani, ugye, hogy Szerintem még egy fontos gondolat, hogy a, a, világkormány az ugye ettől a ponttól veszi komolyan luffiékat, hogy Robin velük van. Ugye ezt még az Aokiji mondja talán, hogy eddig nem vették őket komolyan egyáltalán, mint ellenfelek, hiába kapott ő mondjuk százmilliósat, vérdíjat a fejére, hát a függetlenül nem igazán foglalkoztatták, foglalkoztatta őket ő. Vagy, én nem tudom, én hogy van. Azt, azt tudnám így levenni, uh, hogy vannak sokkal nagyobb vérdíjú emberek is. Hát <laughs> vagy csak amit már nem vérdíjat tűznek ki a fejükre, hanem komoly. Tehát hogy konkrétan, a, konkrétan a tengerészek küldenek ki egységeket ellenük, és nem az van, hogy, hogy kiraknak egy. Van uh, uh, titkosztert, és akkor valaki mi behozza, élve vagy holtan. Csak hogy. És már úgy tűnik, hogy más is van így a a célkeresztben nem csak azok, akik, akiknek kint van a, a poszterjük, hanem vannak konkrétan így a governmentnek ellenségei, akiket, akiket nem így, így van post, tett poszterrel látnak el, hanem konkrétan rájuk küldenek egy egységet, mint itt a CP9 esetében, egy olyan kifejezetten számukra veszélyes öm, emberre, aki tudják, hogy senki nem tud elkapni, és azért rájuk küldenek egy egységet, és így semmi értelme nincs annak, hogy van egy egy hatalmas, gigantikus wanted poster róla, egy nem tudom, ezer millió dollár, vagy mi az, beri Barry <laughs> Szerintem valami ilyesmi is lehet benne, még egy rétekként. <laughs> uh -huh. Hát alapból nem vagyok benne biztos, hogy a legtöbb wanted poster, meg a legtöbb Swerdy az nem csak azért van, hogy legyen. <laughs> Mármint, hogy a, world a világkormány szempontjából csak azért, hogy bele bejelöljék azt, hogy őt, hogyha olyan helyre megy, akkor ne engedjétek be, vagy nem tudom. Mert tudják, De meg, mert hogy, hogy túl abból... erős, túl, őt mondjuk túl erős, úgyse, tud, úgy se tudják, hogy legyőzni, random bounty hunterök, ezért csak jelöljék meg őt, hogy a felismerik, akkor majd hívnak minket, a valami lesz. Igen, abból Ör. indultam ki, hogy mondtad, hogy, hogy nem, tehát, hogy így a, a, vérdíj az nem feltétlenül tükrözi az erejét az el, a, a, a Igen, a igen, az, az a karakternek. Persze, hát ott a kislány Robinnak ott volt a 72 milliós aranyos vérdíj, az egyértelmű, <laughs> volt ja. erős kislányként. Egyébként most én azon gondolkoztam el, beszéltetek, hogy addig, eddig, eddig, szikorúan eddig, az animébe kinek volt a legnagyobb vérdíja? Most emlékszem, hogy egy pillanatra megmutatták hogy a fehér szakállat, de viszont nem tudom, szerintem hozzá még nem volt póster csapva a tudásod, neked a tudásod alapján, vagy meg Sanyinak, a 100 milliós lufi a legnagyobb. A 100 milliós lufi, aha. Mm -hmm. Jó. Lehetséges, hogy ő lenne a legdurább kalóz. Nem, nem. <laughs> nem Ö, azon, és egyébként a az ki volt mondva, hogy a Goldinak mennyi volt? Nem, nem volt Vagy az hivatalos. Nem, nem. Aha, jó, nem is akarom tudni, csak kérdezem. Nem meg. is mondanám, meg akar. <laughs> nem is tudnám <laughs> fejből feltétlenül, mondjuk hol voltunk? Mi volt? Annyival beszéltetek. A, a... a, pénz, hogy beváltották. A... Ja, igen, És igen. akkor ezzel konfliktust generáltak. Aha. Én azt akartam kérdezni tőletek, hogy, hát, hogy előtte még volt -e egy kisebb szakasz, mikor elmentek a világító tornyos részre, ott találkoztak a kokoró nénivel, a alkoholista öregasszonya, ja. ja, meg ténye. a kis kémény kislánya. <laughs> hát ö, nekem ők is ilyen, kicsit ilyen, áj, kellemetlen karakterek, nem olyan rosszak, mint a long ring, longos árkban levő karakterek, de például az örögasszonynál nagyon sokszor idegesítette, ahogy vissza az alkoholt, önti a szájába. De mi így iszos, Sanyi, Jani. És egyébként azért is idegesített, mert nekem konkrétan van egy kísértetiesen hasonló rokonom, aki ilyen. És nagyon sokszor őt láttam benne. így az alkohol. ő is, izé vasutas. Most tényleg? Tényleg van egy ilyen, de nem, nem, nem ennyire kinézetű, de. Mert sokszor ő, őt, őt juttatta eszembe. Én nem tudom, hogy a, a Sima Van Piszben hogy volt ez, de hogy így nagyon hátra lettek. Tehát nem, nem hátra lettek, de nagyon hamar ott lettek hagyva és mentek tovább. Én amikor először így, így láttam, és láttam, hogy már nem foglalkoznak velük, így nagyon azt éreztem, hogy így túlzottan próbálják a készítők így. így margóra helyezni ezeket a karaktereket, hogy láttad őket, de majd később nagyon fontosak lesznek. És nem, én nem ezt gondoltam így eleinte, amikor láttam, de nem, hogy ezt gondoltam, ja. hogy, hogy fú, ez a, ez a, karakter biztos nagyon fontos lesz, mert most, most leszarják. <laughs> és azért lesz később fontos. Hát igazából azért és van ez szerintem így, mert hogy alapból oda szerintem azért csinálja ezt, ezt a fajta hogy mondjam, hogy sokszor csomó felesleges karakter, olyan, hogyha teljesen lényegtelen lenne, és lehet Szereti annak is... is igen, megmutatja, hogy itt egy karakter, itt van egy flashback, ebbe is benne van, mit tudom én, hogy ez egy élő, lélegző világon, vannak emberek, vannak dolgok, és így azok is élnek, halnak, stb. Aha. És szerintem ez tök uh -huh. jó egyébként így. Akkor hogy tényleg, hogyha meglátod, hogy a, az a kokoró, vagy mi a szar, neve az öreg az, hogy ott volt az Icebergel annak idején, így meg hát nem, a Tommal, nem is tudom, hogy lehet, igen. hogy pár voltak, nem tudom. Nem, ja, ez nem volt kimondva. Nem, ne, de ilyen gyanús, <laughs> meg ilyen fura itt, ott, ott a szituáció. És hogy... Amúgy, igen. Köz, és akkor, hogy, hogy, hogy oda került, így alkoholista lett, mert, és akkor rájössz, hogy miért lett a alkoholista, hogy miért piával, azért, mert a Tomot azt ugye kinyírták, Aha, meg satöbb, és itt tökre összeállnak így a karakterek. Azt nem tudom, kitől van az a kislány, a Csimni. Ezt akartam kérdezni én is. Lehet, a Tom, Tom befacsarta. A Tom, befacsart. a tom Azt, csak berakta, a Tom, ajaj, ajaj. nem tudom hogyan. Mi? De az az, az, az az ő kislánya volt egyébként? Hát úgy nem nézett ki. Nem, nem, volt, nem volt olyan régen az, hogy ők együtt voltak szerintem, hogy ez megtörténhessen. De nyolc év, év telt el azóta, hogy Tomot elvitt. Ez a kislány van nyolc éves. Nem volt gyerekük, nem volt gyerekünk, hogy aztán az unokája legyen az a kislány. Meg nem ződött. Ki volt az unokája, a lánya? Meg nem De unokája. Ezt mondták? Igen. Ah, ez az, ez az, 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 az iceberg. nagy mamája. nekem is az rém lett. De tudjuk, hogy a Frankie-nak meghaltak, hogy elhagyták a szülei, de hogy az icebergnek a szülei, amiről az elhangzott egyáltalán? Nem. Amúgy nem. Nem, az ő az már át úgy át ott volt. volt. De lehet, hogy Igen. kokoró az anyja, nem? De két ilyen fishman hogy tud ilyet készíteni? Fishman. De nem, mondtam, <laughs> hát nem mondtam, hogy Tommal. Nem mondtam, hogy Tommal volt Tom -mal. a kokorónak <laughs> a gyereke. Hát ugye az, a kokoró az fishman. Ezt, Jani, nem tudom neked, ez nem tűnt fel. Fishman. De azt nem, értem, hát hogy, azt, értem, az, azt nem értem, hogy ez a sanyinak hogy tűnt fel. Hogy, hogy, hogy jött neked ez a gondolat? Hogy ő fishman. De nagyon csúnya volt. Szóval szerinted másra szó emberek azok csúnyák? De hát nem, csak nem Rossz volt emberi, sem. és mondom, ez biztos, mert beszéltük azt, hogy, hogy Tom az, az fishman, mert hogy ilyen hatalmas projektó, az viszont rohadt késő esett le, és akkor vele gondoltam, hogy lehet, hogy ez a kokoró is fishman, mert hogy ilyen, ilyen nagyon furán néz ki. Jó, nem csúnya, jó, nem mondom azt, hogy csúnya. De, de az mondjuk, ilyen, nem. ilyen van. Hát igen, ő egy mermaid jellegű halember. Ez még nem lesz kimondva egyébként. Nem, de, de lehet, hogy ez... ez... Ja, de de, 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 lehet, hogy ez spoiler, úgymond, de hogyha a spoiler is, akkor nem egy lényeges bármilyen. Nem valószínű. Szóval, no, ja, ő egy fish woman. <laughs> Jó, mindegy, és akkor a volt Vóter... várj, akkor, akkor, Ő, akkor ő ezért érti a rizét, a ribit, ribitet. Nem? Amúgy. A békát? Lehet. Aha. A béka. Ja. Beszél ah, halakkal, des... mint Csopper. Összeállnak a dolgok, he? Az ja. igen. De új szintet adtál nekem, ugye a One piece vagy kapcsolatban, mit szólsz? <síns> 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 Te is megváltozott a vélemény a 169 része későbbi történésekre. <síns> Végre. Na, hát én is szó. hozzáteszek. Ha már elveszel úgy általában. <síns> Na jó, nem Na, Amúgy, ha már szóba jött a, a, a az a béka, tehát az, az, a béka valamiért, őt mellúszásra kellett tanítani a kádban, mert nem tud úszni a béka. <gül> Ez <gül> hol volt benne? Ezt én úgy abszolút nem értem. A flashback. Hát volt egy ilyen flashback, hogy, hogy Franky volt, nem? És Franki ott tanította úszni a, a, békát, akinek nem, nem emlékszem van nevére a békának. De... Brek. <laughs> vagy valami, joko, Jokomama vagy valami jó betű. Ja, joko, valami olyas. Bugobai. Jó van, az, jó. Azt meg kellett tanítani úszni a békát. Én arra is gondoltam, hogy ez, ez valamilyen félre sikerült, ilyen béka-béka gyümölcs fogyasztó volt régen, vagy Jak valami ilyesmi. Kokolnak a... a lánya. <laughs> Gyerek. Amikor, amikor félrenyeled a béka-béka gyümölcsöt, akkor ez lesz belőle. De ha bármilyen gyümölcsöt félnyelsz, akkor valami más funkciója lesz <laughs> ezt akkor, 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 el, akkor megfordul az egész, és így, és így leépülsz negatívba. De oké, <laughs> és akkor meg, meg a gomogomono -gomo akkor mivé változol, és félrenyeled? Betonná. Ez így már tűnne. nem, 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 nem úgy tudom elképzelni, hogy megeszed, és akkor nem gumi leszel, hanem mit tudom én, ilyen, olyan gumi lesz ami ruganyos, nem hát, hogy nagyon puha leszel, de nem fogsz pattogni, érted? Nem, nem tud kinyúlni rendesen, csak nagyon puha lesz. Ugye a tárgyá Hát a tárgyak meg tudnak ennyi gyümölcsöket, ezt vágod, nem? Ez akkor egy fasságtől rakéta is megötte a kutyát, hogy mi és fordítva a kutya is megette a rakétát. Nem rakétát. Ágyú, 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 ágyú vette meg a, a kutya -kutya gyümölcsöt, hogy valami is nem Ez kurva egy fajság, de... Hihetetlen baszik. És kinőtt a kutya belőle. De a poén kedvé van, ez szerintem így nem lényeges, ez sem igazából. Ah, mindjárt, szóval a voltos szóval város, nektek egy maga, maga a városnak a kialakításáról, hogy beszélgessünk, mert szerintem annyira érdekes. Meg úgy, Egyébként nekem is. Olyan velence mondod. feeling van, úgy alapból ilyen vizes, utazós izé, szarság, vagy nincsenek rendes utak, nincsenek járművek utakon, hanem ilyen állatok hátán ülnek, king bullok, meg nem tudom milyen nevük pontosan, és így ugye vízen utaznak, hogy városnak mindenféle részén. Plusz ugye az a, az a, nagy érdekesség, meg az, ami nekem nagyon tetszik egy szempontjából, hogy annak idén ez egy sziget volt, és arra épült egy város, ugye? Csak úgy egyre jobban emelkedett meg a vízszint, ezért a városra épült város, és még jobban emelkedett a vízszint, ezért a városra épült egy még egy város, ami városra épült, a város tetejére, és akkor így egy, egy, fontosan épült egymásra, rétegesen a város, aztán már ilyen nagy torony az egész, gyakorlatilag majd, hogy nem, ilyen Babel-tornya uh -huh. típusú. Uh -huh. És ilyen tök érdekes ez a téma, hogy a víz Ját, az emelkedik. Azért, mert emelkedik a vízjaia, és akkor ezért felépítettek és már konkrétan sziget-sziget, tehát ami a föld, konkrétan a talaj, az már csak így a legfőső ilyen, ilyen hát, nem is tudom, végvár vonalnak, így a legtetején van. Nem ezért Water Seven, mert ugye a hetedik. Mi hetedik? Hát nem Mi tudom, csak? volt. Tehát a, a hét az, ami a szinten összefüggésben van, nem azzal, hogy, hogy hanyadik szint mondjuk. Én mindig azt gondoltam, hogy a Water Seven az ilyen valóságra poén, hogy a hét tenger. Nem, én most így arra gondoltam, mert He. ugye, hogy voltak ott ilyen számok, és mintha összefüggés lenne a között, hogy hogy uh, városuk a úgy mond, ami így el van öntve. Szerintem az és a, és ez a kerületek, hetedik, hetedik szín. Számok azok az izének voltak, a, a, ezek a hajógyáraknak, meg hajószerelő cuccoknak, nem? Ez nem a városnak? Van. Aha, lehet. Szerintem is, mert az az mondták, hogy az, az első számú az a izék, ugye, iceberges, meg a Gucci, meg ezek. És nekik mondani, az az egyes szám. De úgy érdekes lenne, hogyha ilyen terülne ki, hogy már nem tud, hogy tényleg a hetedik város épült rá a, hatodik a hatodik De az meg nem elég magas. Érni. Mert láttuk, <laughs> hogy, láttuk, hogy milyen, <laughs> amikor kiszárad, úgymond nincs, nincs tenger alatta, akkor láttuk, Igen. hogy hogy néznek, és nem volt annyi alatta, hogy hét vagy ha csak le nem romboltak mindig egy, egy, réteget, vagy nem tudom. Ezt hmm. így nem. Ezt ja, az is igaz. De ugye hmm. érdekes volt azt látni, hogy ahogy így elment a víz, ugye a, a pat, mert jött a következő hullám, Uh, akkor megjelent konkrétan ez a víz alatti város. Egyébként ja. most utána olvastam, most szépen, hogy most. elvileg hét dokja van a városnak is azért. Ja, hét dokja nem, nem azt mondta, jó. azt mondta, hét ilyen javítója, de... Ezt nem ugyanaz. De nem, mert dok ezt meg a hajó hajószerelő, vagy hajóépítő shipwright emberek, az nem ugyanaz, de ezt hasonló, <laughs> hasonló gondolkodáson mentél keresztül, mondjuk ezt. Jó, jó. Kézzük meg a És ugye, hát akkor menjünk bele abba egy kicsit, hogy akkor itt a Going Merja szépen lassan elkezdett széthullani ilyen cétkákra. Jaj, jaj, ezt, a témát így gömbölyítsük majd fel, még előtte akkor, beszéljünk már a, tényleg inkább a karakterekről, amik itt felbukkannak, az lehet így jobban jön ki, mert először ott oda mennek, ugye? és hogy ott először lá ott van az iceberg találkozunk, ugye a Kalifa nevezetű női karakterrel, a lucci a Pólival, a Kakuval, tudom én ki van még mindegy. Ők a, a Freddy Mercury. A ki? Hát az a, volt az, akinek tüskék jönnek ki a fejből, az a Freddy Mercury dokmunkás. Fú, úgy nézett ki, mint egy ilyen igyurt Freddy Mercury. Nem tudom. Erre nem emlékszem. De tudom, akinek ilyen tüske van. Volt, volt ilyen haja, igen, igen, de nem emlékszem se a testfelépítésére, se az arcára. Én nevén nem emlékszem most én így. A én sem. Tehát a három lényeges, vagy a négy lényeges talán az ugye, és hát igazából Iceberg, Kalifa, Lucci, Póli, Kaku, ők a fontosak szerintem, meg volt a Bruno, Bruno. E, nekem annak idén, amikor először láttam, nekem a világ legszimpatikusabb embere volt a Kaku, konkrétan. Tudját, <laughs> tudjátok melyik az ugye az a szögletes... A, szöglet a hosszú <laughs> Ugye a négy szögletű oru, a Ja igen, felé. a Pinocchio. <laughs> Igen. Nekem, nekem, ő így olyan szimpatikus ember volt, hogy ez eszméletlen annak idején, és eltört bennem minden létező dolog, amikor kiderült, hogy olyan szimpi, hogy ő. szimpi ő. Igen, meg alapban annyira menő, hogy így ez olyan olyan brutál szabadság érzete van, hogy rohangál a háztetőn, és így leveti magát ilyen, nem tudom, és ott repül, vagy száll, vagy nem tudom mit csinálni, aztán mert leérkezik, ahogy közlekedik a városban, az nagyon-nagyon nagyon feelinges szerintem. mhm uh -huh. Ja, Úgyhogy ott Lucsi az a kis galambos ember, és annyi nem bírta felfogni, mi történik. Az nagyon vicces volt az a karakter ebből a szempontból, hogy a galambos az mindig azt a ruhát hordta, amit, amit, a gazdája. A számomra vicces volt. És ez megint egy ilyen dolog, hogy, hogy valami hülyeséggel párosodnak az ilyen nagyon erős karakterek, hogy neki meg van egy galambja, aki úgy öltözködik, mint a, mint a gazdája. Akkor mi a hülyesége? Micsoda? mi a kakunak Hát a azt mondod, hogy mind erős karakternek mindig van egy hülyeség, és a kakunak mi a hülyeség? Hát jó, de hogy ő a főnök volt. Ja, ő így volt így, a legerősebb, szóval. úgymond. Okay, okay. Igen, igen, igen. El, és de. hogy a, ugye volt az Aoki, Aokiji, aki biciklizett a tengeren, tehát így értem, hogy hogy mindig ilyen nagyon erős karakternek valami hülyeséggel párosul, hogy nem tudom, gyengítsen a karakternek így a komolyságán, hogy nem tudom. Egyébként Lucsinál meg voltam győződve, hogy ő tényleg hasbeszélő. <laughs> <laughs> Én értem. <laughs> annyi, annyira jutott volt, hogy a pap, vagy papagájával, a galambjával beszélt. ott beszéltek, meg az az utasításokat. De beszél, a hiszkét karib abban is volt egy karakterek. az a, a majom. beszélt helyette. Nem. A papagáj beszélt helyette, meg ki volt vágva a nyelvben. Volt ilyen? volt ilyen. Ja, Most nem tudom, hogy melyik volt előbb. Szerintem, szerintem a One Piece, de mindegy. Elkom az jutott eszembe róla. Mindegy. <coughs> van a kalifak, Jánok mutogatja a lábát, Póli az nem mindig ki akar. <laughs> Igen. Az a Póli az egy ilyen, nem nőtt fel mentálisan ahhoz, hogy el tudja viselni a női test. a ruha is van rajta. Nagy részt. <coughs> mindegy. És akkor Iceberg. Neki lesz valami nagy visszaemlékezése még. Kinek? Az még nem volt. Biztos lesz valami nagyon heavy története. Nem kell mindenkinek, ne gondol Én azt gondolom, hogy lesz. Oké. Ki ez a Lulu? Lulu. Volt ilyen hogy Lulu, meg a fel, hogy Lulu. Meg Lili. Nem volt olyan. Akkor mi van, hogy Lulu? Lehet az, az év volt a, papír hajú. Vagy mi az? A, Nem, biztos. Nem, az, a nem lány. Ez jó a késő volt. van az Iceberg, aki úgy néz ki, mint egy ilyen normális útra tért buggy bohóc. <laughs> Igazából. És neki van egy jegere, ami... Ó, az, én nagyon meghaltam. Jézusom. Jézusom, nem is. Ja, van egy ilyen kis egér állandóan nál, és akkor valaki meg, Luffy megkérdezte, hogy miért van nálad egy egér? tegnap találtam. <laughs> és az, én... az a vicces, hogy Luffy mindig Ice Pups-nak hívja. Ja, igen. <laughs> Igen. Jége, jéges bácsi, vagy micsoda volt a magyarul. Hát igen. Oké. Okay. Igen, hát Most így elgondolkoztam. Na, és akkor ugye itt, itt történik meg, ezután van az, hogy a Robin az így találkozik. Ja, igen, kiszáll. CP9-től vagyok. Így van, és kiderül valami CP9 hogy valami, az, ami így kihúzza őt a dugót. Mi? Kihúzza őt a helyzetből. Hogy hívják ezt? Kiszedi őt a sztoriból, úgymond. <laughs> uh -huh. Nem tudom, itt is gondoltatok. Uh, nem is, még előtte nekem az merült fel, hogy uh, miért vannak itt az emberek maszkban? Az csak a gazdagok vannak? Nem volt amíg Velencébe, tehát olaszoknál, de a, a masquerade ja. van a csim. Igen, ott nagyot megy ez a dolog. De a random így az utcán az emberek így a hétköznapokban is így úgy gyerkelnek? Hát nem, de vannak ilyen nagy ünnepségek, parádék, vagy tudom én, hogy hívják azokat. Jó, de hát hát itt nem volt üménység, nagyon ümség. nagy de divatja van a maszkoknak. Hát nem tudom, lehet, hogy itt nem tudom, örökké tart ez a, ez a hagyomány, vagy nem tudom. <hállítás> az volt így... a lényeg, hogy nagyon is legyen ez a hely, és ezért most ott vannak a maszkban az emberek. Én is, uh -huh. is gyakran úgy megyek munkába reggelent, hogy a szopó állsz konkrétan. Azt <laughs> én gondoltam. Szokta? Ja, hogy én, én, mehetek ma azba, mások nem. <laughs> Jó, mit gondoltatok a Robinnak a lelépéséről, meg hogy itt most mi történhet vajon? Azt gondoltátok, hogy áruló? Nem, én gondoltam, hogy nem, mert az túlságosan fura lett volna, Miért? de egyébként meglepett. Azt, mert nem tudom, Robiről így egyből elhittem, hogy csatlakozott ugye a legénységhez, vagy csapathoz, és hogy ő egy ilyen jó karakter. De hogy és én nem hittem. Hát én mondtam, én spoilerztem el, azt nem is gondoltam valahogy hogy csatlakozik örökre majd. <gül> <gül> ja, ja, ez igaz, erre nem is emlékeztem, hogy ezt így elmondtad. Én viszont végig éreztem, hogy valahogy túlságosan egyszerű megoldás lenne az, hogy csak így random elárulná őket. Hát nem is azt az elárulja, csak lelép. Tehát jobbat hmm. úgymond. mond ott hagyta a csoppert. Én, én Ezt nem tudom benne, nem. Igen. De mondjuk, mikor már kilépett az ablakon, annál bizonyos jelenetnél, akkor, akkor egy pillanatra azért elhittem. Ott történt egy elszakadás. Aha. én sem gondoltam, hogy, hogy el akart volna menni, tehát így önszántából, hogyha nem jelenik meg ez a nő, hogy, hogy nem gondolta volna, hogy valamikor el kell mennie, így a szalmakalaposoktól. Um, én sem gondoltam azt, hogy hogy ő el, el fog menni hát önszántából. És nem nem is önszántából men, yeah. ment el, vagy Muszaiból. hagyta őket, hanem muszájból, mert <susztan> ugye voltak ezek a, a, a dílek, hogy, hogy rájuk hívják az a egész governmentet, meg ilyesmi, de mindegy. <susztan> Most ezzel, ebben a pillanatban maradjunk. Um, én valami olyasmire gondoltam, hogy egy ilyen, nem tudom, hogy, vagy hipnotizálják Robin-t, hogy akkor velük menjen, és valami nagyon rosszat fognak csinálni vele, mert ugye ez a ponton még nem tudtam, hogy mit fog csinálni később. Vagy felkeltettek benne valamilyen gyerekkori dolgot, mert ugye Szíves? neki a múltjáról nem tudtunk semmit, és amúgy tényleg végül is így lett, hogy, hogy valami gyerekkori dolgot felébresztettek benne, ami, ami így, így kizökkentette teljesen, és akkor teljesen kijött ebből a valóságból, hogy, hogy ő hogy a szalmakalaposokhoz tartozik. Ilyesmények Nem, nekem a szalmakalapos jobban tetszik. Nagyon olyan hangzik, mint a parasztgyűlés. Nem úgy vele? Parasztgyűlés. Viselked, egy hármas mugi van a találkozó. Jó, mindegy. Na, hát, a Skype-jai kincsekből meglett a 300 millió beri, amit elloptak, így a Franki család. Ez egy szomorú történet volt. Ú, uh, Na, az viszont szomorú történet, de az viszont nagyon az sír. ez egyik legjobb jelenete volt eddig az áknak, amikor elmennek elég tételt venni, ugye, négyen. Zoro, uh, Sanji, uh, Luffy, meg Chopper, és az ott egy olyan rohadt jó harcjelentek vannak, hogy gyakorlatilag lerombolják azt a házat. Igen, az, az, az menő, az egy nagyon jó érzés, úgymond, egy jó Me, a azok a beállítások, ahogy így mennek négyen, és így nem szólnak semmit, csak így cselekszenek. Így tökre azt a érzést adta, amikor a Red Dead Redemption 2 ugyan van egy ugyanilyen rész, mikor így mennek a ház felé, gondolom, aki játszott vele, az tudni fogja, de nem az szpojler. full, full olyan volt. <gül> <gül> nem, spoiler. Spoiler. Jó, most kiáltom 40 év múlva. <laughs> Ja, hogy az nagyon menő jelenet volt. Úgy főleg, hogy a háttérbot úszópa szét volt a verre, és ott feküdt a. Fejlő. Ez így vicces is volt valami. Ja. Igen. Igen, igen, Ezt megtörténik a gyalázás, és ugye utána van az, hogy visszamennek a hajóra, a merre, és akkor próbálják elmondani azt, így a. Hát a Uszopnak, hogy amúgy ezt nem lehet megmenteni, ha jót csinálsz De ezelőtt hmm. volt még egy, egy jelenet, ami hát nagyon engem, engem kicsit megtört. Ne haragudj, egy pillanat az egész. <laughs> a, amikor úszopot megtalálják, így a, a random ja, igen. És ott ott szét van verve, és akkor ott, ott látod a karakteren, hogy így Őt most, őt, most, tényleg így, így elpusztították, így már, így a, a, amit így magának felépített, így ezt a megalázottságot látod, látod rajta, és, és így a rajzolásból, meg így a, a voice acting-en úgy átjön ez az egész, hogy, hogy az, az, ott engem egy kicsit, az egy kicsit megtört, azt kell mondjam. Az egy, az egy nagyon jó jelenet volt, meg hát nyilván az ezután következők, amit most a Mátét megszakítottam, és azt akartam mondani, hogy nem tudom, mi volt a mondatom, de az biztos, hogy Janinak píkelt a One Piece. It, <laughs> az biztos. Itt píkelt, It píkelt, 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 píkelt a One Piece. <laughs> Ezt így megjegyeztétek? Igen, mert Igen. rögött a Sanyu valami. <laughs> itt píkelt a One Piece. <laughs> ja, de egyébként szerintem nektek is. Vagyis több, mint, több, több, több mint kevésbé biztos vagyok benne, hogy itt ez nem tudom, ez a két rész, ahol az oh. USOP és a hát Luffy összecsap, meg így a gyakorlatilag a, a, veszekedés. végre a, karak a, veszekedés van a karakterek között, így kicsit emberi, emberi lesznek, az olyan szinten jó volt, mert egyébként eddig, eddig a pontig nekem ilyen nagyon, nagyon meseszerűek voltak a karakterek, hogy nem volt közöttük igazából semmilyen érzelmi pár, érzelmesebb párbeszéd, meg ilyen ellentét, konfliktus, csak követték Luffy-t ilyen izé, homolok egyenest. És most végre volt egy ilyen rész, ahol, Érdeke voltak, és nagyon-nagyon jó volt. Annyi? Egyetértek, igen. Végre lett így a, lett ilyen belső viszály. Hát az majd később jön egy picikét, de igen, sírtam. <gül> Hangosan? <gül> a párbajuknál ott, ott ott volt, voltak dolgok. Hát igen. Na várjál, várjál, várjá. Én azt akartam mondani, hogy ugye, mivel én másodszor láttam, ezért én készültem ilyen dolgokkal, hogy nem Zsebkendő. nézek oda. <laughs> Nem nézek majd oda, meg kimegyek addig vét. a hova nem néz oda? <laughs> hát, mikor történnek a dolgok. Na mindegy. <laughs> nem, nem volt ilyen egyébként, csak most baromkodok itt össze-vissza. Szóval, hogy mikor először láttam, nekem is itt píkelt. Én ezt előre jeleztem nektek szerintem, hogy nekem a One Piece itt ennél az árknál csapódott be először ténylegesen, és itt lettem One Piece rajongó, uh -huh. korábban max tetszettek árkok, meg némelyik nem, de itt lett az, hogy így úgy éreztem, hogy bele kell investálnom az életem utolsó percét is akár. <laughs> Hogyha csak egy éve marad hát az életben, az egyet van, pisznézést se kell töltenem. Nagyon szóval. helyes. Ja, ja, ja. És ezért szoktam is mondani, ugye, hogy innentől fogva igazából csak egy olyan árk van, ami, ami kérdőjeles, hogy tetszeni fog -e, vagy fog-e, vagy nem. Van Piece verzióban nagy eséllyel inkább tetszeni fog mindenkinek egyébként. Minden más árk így, így, így hétről hétre, hónapról holnap így üti meg a szintet, meg így jönnek az újabb píkek így orba szájba. Innentől? Innentől. Mondom, most van a következő, ugye NES ez nem egy nagy meglepetés, annak lesz egy ilyen utózmány árkja, és utána megyünk rá egy olyan árkra, szagára, nem tudom, amit én még annak idején nem szerettem annyira, viszont Rengeteg nagyon-nagyon durva jelenet van benne, és nagyon jó jelenet. Csak az is el van nyújtva, <laughs> illetve sok a felesleges történés. De, de egyébként így utólag az is nagyon durván, így, hogy mondjam, validálva jó. lesz majd, hogyha tovább nézzük, és majd így feltűnnek dolgok a későbbiek, vagy nem tudom, hogy mondjam. Szóval nem tudom, hogy ez milyen lesz az ár, az még, ami kérdőjeles, azon kívül minden tetszeni fog szerintem mindenkinek. Innentől van Piece, igazán a One Piece. <laughs> Most? Húztam hmm. már, mi? Mindegy. Ö, még várj, csak én akartam, hogy te meddig láttad eddig, úgyhogy a legaktuálisabb leg, részeket is láttad már te azóta, vagy így azóta nem követhetheti be? Hát a Vanó végéig néztem, azóta nem néztem, nincs, sok része azóta, csak 5-6 szerintem, vagy valami ilyesmi. Aha. Nem is fogom, mert mindegy, hogyha közös a történet innentől fogod, de mangát olvasom, szóval lényegtelen. De te mindig bevársz én nem tudom hány száz részt, nem? Szokott lenni. Hogy, hogy akkor egyszerre néznem. minden. Hát nem száz, de így szokott, szokott lenni olyasmi. Meg így. Uh -huh. hogy mondjam, amikor tudom azt, hogy most lezárult valami, de még megy az tovább megnézem azért, hogyha úgy van. De mivel költem a mangát folyamatában, ezért így nem, nem, nem lényeges nekem, hogy nézzem az animét. Majd uh -huh. akkor, amikor odaérünk egyszer. Bár mondjuk, hogy valószínűleg az, ami most megy árk, az nem fog véget érni, mire odaérünk, szerintem. Aztán lehet. Mindegy. Hát az előző ár is négy évig ment, nem? Hát, hát az, azt az az a podcastet podcast nem tudom, hogy oldjuk majd meg. <laughs> 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 hogy ott az árkot félbe hagyjuk akkor konkrétan, és akkor kettő részletbe, vagy hogy, vagy három, vagy nem tudom az, hogy lesz. Én, én, én ezt is úgy érzem most, ami most van. <laughs> Ez két külön árknak minősül, Sanyi. Tudom, tudom, tudom. De és ezt is, is azért kellett itt félbevágni, vágni, miatt, mert kicsiket vállal csak... Hát így élvezhető. Hát, hogyha kicsi, ki, ki lehet tárgyalni, nem olyan nagy felületesen. Hogy nincs egy teljes történeted? <laughs> Igen. Azt tudom, méret a lényeg hiányzik. Ah. De hát várjál, hogyha most ezt végignéztük volna, akkor még 420. részig, vagy meddig kellett volna nézni. <laughs> már több, mint olyan 100, 120 rész. Nem 420-ig, 325-ig? Ja, mondjuk az is sok még. Így. Az Jó, is megértem so. ebből a szempontból, de. Ja. Én, én, többek között ezért vagyok most egy kicsit csalódott állapotban, mert nem kapszam meg a teljes történetet, szoktam a, a One Hát így majd a következő... a nagy boss amire vártam. Hát figyelj, figyelj, figyelj. És annyi, a következőben ott majd tudunk reflektálni, meg kötögetni szálakat. Hogy uh -huh. hosszabb, hosszabb, is lesz úgy talán egy picit az. Mert nem, mint nem ennél, hanem úgy, mint alapból lenne. Aha, jó. de például, úgy, például a hatodik podcast az nem normálisnak tűnik. <laughs> Jelenleg fingom szóval nincs, hogy hogyan oldjam meg ezeket emberek. Hogyan, hogyan kéne rendszerezni itt azt, hogy mi mikor menjen, meg mi hova kerüljön. Mert vannak részek, amik így összefüggnének, és nagyon rossz lenne ott félbe hagyni. De nem tudom. Meglátjuk. Sziasztok. <laughs> Hol voltunk? Megint így. Ö, meg volt ja, a Nem volt Mondjuk. meg. Nem volt Köszöntünk meg. el. Nem volt meg a párbaj. Nem, el se kezdődött. A volt Jaj, szó jól. konkrétan. Arról volt szó, hogy ott ezek így, az egyikük az nem tudja elengedni, a másik se tudja elengedni, de tudja, hogy el kell engedni. Uszop uh -huh. eléggé makacs volt, de ő, ő amúgy nem tudom mennyire értettétek, hogy ő miért volt ennyire ragaszkodó. Én gondoltam, hogy szerintem nem a, az anyja miatt van neki egy ilyen berögződés, hogy nem hajlandó elengedni így a dolgokat, meg így, akiket nem. szeret. Hogy lehet, hogy benne van ez is, de nekem... nekem egyértelműen azért van, ugye? Mert neki... Úgymond egyetlen egy feladata volt, meg egyetlen feladatot vállalt magára a hajónál, az, hogy ő rendben tartja. Rendben tart. Aha. És azáltal, hogy itt nem lesz, nem javítható, ha ezt ő elismeri, akkor ő azt ismeri el, hogy ő majd, hogy nem egy nem haszontalan tagja volt ennek a csapatnak, meg ilyesmi, függetlenül attól, hogy ő most hajó ács vagy sem, de ő vállalta, aztán elbukott ebben a küldetésében és ez így neki szerintem egy olyan jellem, jellem torzulással egyenértékű elismerés lenne, hogy tényleg igen, el kell engedni a hajót, hogy ezt így nem bírja. In inkább a akkor éve. él delusion vagy nem tudom, hogy mondjam szépen magyarul, inkább elhiteti Lászaló. magával. Igen, inkább azt mondja, hogy a többiek a hülyék, mint a ő, mert nem bírja elviselni a tudatot. Hm. <hállt> most pikát másodjára. <hállt> most, a percben? Ebben a percben. Ezt akkor miért nem esett le ez a senkinek, hogy nektek, hogy mi? Én, én nagyon összekötöttem a, a, az azonnali előzménnyel, tehát hogy megverték, elvették a pénzt, és így összekötötte valahogy hát, így. És a, még az is a, benne tudatával. van. Az is benne van, igen. Tehát ez valószínűleg rátett így egy lapáttal, de erre így nem gondoltam bele, hogy hogy így magát a, a, a helyét kérdőjelezte meg ezzel a. a a szalmak alapos csapatban. Ez ő az Sanji, az, az, hogy főz. Hogy nem sikerült életben tartani. Sanzsi a. a kaja a dolga, készíti a kaját tökéletesen. csopának a gyógyítása a dolga, mindig meggyógyít mindenkit. Naminak a, meg. a navigáció. Nikorobinak egy történelme. Hát most ő neki még, ő egy új tag, neki még nem jöttek így elő a dolgai, mondjuk ezt most így. is És mizorónak. Hát ő más Szerintem ugye ember... személyes indítatás a lényeg ebben, hogy a célja, a személyes célja a, a, csapatban. Micsoda? Hát, az, hogy, az, hogy nagyon hasznos vagyok a hajón, az szerintem másodlagos, mint hogy, mint hogy van például Robinnak a személyes célja, hogy felkutatja a történelmet, meg, meg Zorónak az, hogy ő lesz a legjobb kart, párbaj, vívó ember a, a, világban, és hogy, és hogy ezt a személyes célját tudja hasznosítani azzal, hogy ott van benne a szalmak alapos csapatban. Viszont Uszoknak tényleg csak annyi volt így a, a, az, az egyik legnagyobb célja, hogy. hogy Nagy harcos. A, hajót, tenger. A, hajót, mm -hmm. hajót. a tenger a bátor az... harcos legyen, vagy mi. Igen. Ja, igen. És itt, 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 megint elmondták, hogy el akar menni, ugye, a Elv, Elbár szigetére, vagy hova? ahol a Elbár szigetére, honnan a. Elbár két... Jöjjön -e el, az elektromos cigit. az És csak eljutott a Sniper szigetre, ahol a szívedben. Gyer. Igen, szóval el kell el jutni Elbach szigetére, mert nagyra tartja az óriásokat. Jaj, igen, igen, igen. Animében, és ha mangában lassan talán el is érkezünk oda. Ja, ezt már mondta az előző adásban is. De az ők vár, azóta is vár, vagy három hónapja. Néhány adás múlva is mondani fogja, ezt hát lassan Amint vagyunk. elérünk ja. oda, bemondom, hogy na végre elértük el, Ez nem is egy spoiler, mert random szigetnél. Na mi van, hol é, tartottunk, hogy mi volt? Én ezzel ki tudnék békülni. Az elfogás sziget? Na, szóval, itt ugye, szóval Usopnak megtörik a lelke, a lelki világa. Mm. És hát ugye kilép, harcra invitálja a luffy hogy akkor holnap itt találkozunk, azt összeverjük egymást. Mit gondoltatok, vagy hogyan éltétek meg azt a Batman versus Superman jellegű harcot? Hát ö, én egyébként azt hittem, hogy ez csak egy ilyen békés hülyéskedés lesz. Amikor a Usop az tényleg nagyon komolyan belen lendült akkor egy pillanatra elhittem, hogy itt ez vére menő csata lesz, és hát valami szinten az is lett. Tehát nem volt az egy kivégzés a Luffy részéről. Nagyon komoly csapások voltak mindenkét, mindkét oldalról, de azért uszop, a szokásos módon azért hülyéskedő csapásokat mért a lufira, Mert az egy komoly sebzés nem tudott neki bevinni, de szerintem a tőle tehető többet kihozta ebből a csatából, és nagyon emelt fővel kapott ki. Biztos, e, ja. voltak. Szerintem, szerintem, Luffy is úgy ment vele ebbe a harcba, hogy te gondoltad, hogy ilyen hülyéskedős lesz az egész. Szerintem nem. Hogy, úgy nem akarja nagyon, tehát nem akarja nagyon bántani, de végül úgy feldühítette, hogy, hogy tényleg oda kellett verni neki egy Szerintem bazuka volt, vagy nem tudom, mi volt. Én ezt így teljesen másképp értem, én úgy értelmeztem, hogy aki most kiállok ellene, az első ütésem, ami betalál, azzal úgy is kifektettem, ezért meg fogom neki adni ezt az ütést, mert ha nem teszem meg, akkor igazából még, big durvában kicseszek vele, mert még a büszkeségét is porba tiprom, mert hogy így, így, a hajón lévő szerepét is így úgy mondta, és mert így megkérdezte magának az ember. Szóval most vagy megverem, vagy még szarabul lesz mentálisan a gyerek. Nem értem, értem, amit mondasz. Uh -huh ez is volt az, hogy Csoppert visszahívta a Sanji, hogy nem menj oda, ne gyógyj is meg, az meg még jobban tönkreteszedi lelkileg, hogy még ilyenkor is ránk kell számítani, pedig már kilépett közülünk. Ezt a nők nem értik, hogy ezt a fajta büszkeség dolgot. Hát, uh -huh. Se baj, se baj. Majd egyszer rájön. <laughs> tényleg mit vicces az ez a tematika, hogy ez, amikor ilyen dolgokról van szó, akkor na, mi vagy akárki, a női karakter, aki jelen van éppen, az így kérdezi, hogy most micsoda, mi történik? itt, hogy nem, nem kondorjá, mi volt az? Amikor mikor a két, a két óriás harcolt, hogy ott is ezt, hogy mi ez a büszkeség hülyeség, és mi, ez miért lényeges? És nem értették hogy se, ugye. szeretet a lényeg. Mindig a szeretet. A szeretetből ez állna az egy a világ. a egy kicsit egyébként így a, a női Odaig nem mennék el, de hogy... De nem, amúgy, nem... nem, így van egy picit? Hogy így, szerintem most nyilván alapból itt a One Piece ben ilyen nagyon tesztoszteron szagú <laughs> szituációk vannak, az is túlzás, és a valóságban nem, nem reális az, az a fajta férfiasság, vagy nem tudom, minek nevezem néhány karakternek így a összecsapásánál mondjuk, vagy ilyesmi. De így a valóságban is, egy mikor, mit tudom én, beszól a csajodnak a... Na, van egy férfi, akinek a barátnőre beszél egy másik férfi, akkor neki össze kell vernie, és ezt ugye a nő általában nem érti. Én se feltétlenül értem ezt a dolgot egyébként, de bretok helyezkedj a szerepbe, és így az ő logikája alapján tudom értelmezni ezt a dolgot, már pedig itt ilyen tesztoszterontól duzzadó férfiak vannak, harcosok, nem tudom, és az ő szemszögükből ez így működik, ez... Hát, már ha meg így működik, akkor ez így van. Szóval nem tudom, mit csinálni. És így egy külső női karakter, aki békés így önmagában, az nem feltétlenül értelmezi. És ez logikus is teljesen. Neki gyereknevelés a lényeg. <gül> <gül> <Ücsálltunk>. Az, <laughs> az nyilván el kell rosszogatás. <laughs> neki, neki a fészek rakás a lényeg, meg az, hogy a készítés. Nekünk az a hogy befeszüljünk a fotelbe, megnézem azt a meccset, ma vasz be! hogy főzé, ma! Ez igen. Mint <laughs> <laughs> Ja, szóval ezek nagyon megható jelenetek, és ki kivállalja be, hogy sírt? Én nem. Te te, 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 te Én igen? Kozé uh -huh. volt az, hogy csendben volt az, így. Ez más, mondjuk. Én itt még nem. Nekem, nekem volt, nekem volt egy két könycsöp. De egyébként megható De volt, a... való igaz. Ebbe a, a belegondolás által, hogy hogy úszok, próbálja letagadni azt, ami a valóság. Ez lehet, kicsit ilyen hasonlít, egy ilyen, nem tudom, megmondják, hogy, hogy mit tudom, halálos beteg vagy, és akkor eleinte nem hiszed el, utána nem tudom, hogy milyen, tudod, ezek a gyásznak a, a lépcsői. Igen, 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 az az, az, az csak nem tudnám így felidézni, de hogy, hogy, valami ilyesmi mehet végbe is. Tagadás. Szóban. <gül> igen. És <laughs> most a tagadás fázisban van. van. És ezt annyira szomorú volt nézni. Ja. Éh, most törik bennem is a lélek megint. Nem <laughs> fogod az, magad sírni. Nem, zá zárjuk le az úszopos részt, az, hogy átugorunk mindent, és rámegyünk arra részt, amikor ugye Frankivel volt már. Úgy az lényeg, hogy elmeséljük a történetet, hanem azt, hogy a témákat így megbeszéljük uh -huh. magunknak. Ugye ott folytatott, hát ugye az volt, hogy úszop az úgy fetrengett a hajóján. <laughs> meg az, hogy még Sanjiek oda mentek utólag, és így kiabálták, hogy jaj, jön a nagy víz, majd mindenki menjen el innen, a környéken van. Igen, igen, <laughs> úgy igen. Burkoltan figyelmezteti tudom. Ilyen plegykát hallana így a távolban. Csak nincs ott senki amúgy a lapban. Igen. <laughs> nincs kitől hallani a konkrétan. Itt, jaj, de jaj, amúgy azon kívül, ő, igen, igen, azon kívül ő csak úgy fetrenget meg ott sajnáltatta magát, vagy nem tudom, rikavelni próbálta magát mentálisan, és ugye Jöttek a frankék, és elvitték a hajót, és akkor oda került frankékhez, így az uszop is. Egy, egy ponton, és ugye itt azok a beszélgetések, azok a kommunikációk közöttük. Én, én itt törtem el nagyon egy évként. Mm. Mikor így mm. elmeséli, hogy az uszop, hogy látott valakit, aki varkácsolta a hajót, ez kopácsolás hangok voltak, és hogy ez azóta is tudja, mi lehetett, és hogy a frankki elmond egy ilyen legendát, és hogy te valószínűleg azt láttad. Mm -hmm. Fú, az nagyon-nagyon megölte maga. Ne aggódjatok, még egy kicsit elviszlek titeket. Igen. Mondott a szellem, fú, basszus, ja. Szép ja, volt, nagyon. Ez ja, az nagyon szép volt. Még Janibe is megmozdított valamit, aki egy ilyen kőszobor amúgy. Én egy kőszobor vagyok, való igaz. De egyébként tehát nem azt mondtam, hogy els, nem sírt, nem elsírtam magam, hanem az, hogy megérintett azért mindkét jelenet, mert nagyon érzelmes volt. És ezek, milyen jók voltak azok a beszélgetések, hogy ha Ön... meg úszok között. Nagyon nem is emlékszem, mennyire jó megvan írva ott az a rész. Egyébként, bocsánat, most visszatér, csak nekem azt kell például, hogy valami megrígasson, hogy, uh, vissz, hogy viszonylag hosszú ideje velem legyenek ezek a karakterek, és ugye van piece ez mondjuk nincs meg. Mert például mit tudom én XY sorozatban, mondjuk meghalt valaki, akkor így és mondjuk az ember elsírja magát, az nálam például azért van, mert visszagondolok arra az időszakra, mondjuk 6 évvel ezelőtt az életemből. És ugye van Pisznél Max, csak három-négy hónapot tudok mondani. Igen, szeptember olyan sok idő, olyan sok, igen, olyan sok idő, nem tehet még el, hogy ez ilyen nagy emléket az agyamba. Vármint így nagy, időtávot felüleljen. Szóval nekem ez hiányzik így az érzelmi részhez. Tehát most tartunk egy tíz éves szünetet, mit szól? Hú, emlékeztek, hogy volt ez meg ez. Emlékeztek a Klau Butterman jelenetre? Én most így mondanám, hogy nem. Nem kerekem, meg én. ja. Hallottad, hogy ilyen ízi... a Mary javította magát. Micsoda, volt ilyen, nem? Ja, Nézd, ne, 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 nekem ott így úgy törtek el pillanatban dolgok, nekem ott kellett így törölgetni a szememet, meg ilyen. Más is. Annál, ne, más nem, sajnos, vagy szerencsére, vagy nem tudom. Ja, de az nagyon tetszett a két karakternek a beszélgetése Frankinek arról, hogy ugye főleg, hogy ott van a... Renki, aki ért a hajó ácsoláshoz, meg aki érti igazából, hogy milyen, hogyha van egy hajó, amit megépítesz, és aki nem úszap építette, de régóta ott volt, és ragaszkodott hozzá, meg ilyesmi. És ja, nekem az, nekem az nagyon tetszett ilyen szempontból. Aztán erre őket a picsába. Na, menj, visszamehetünk egy picit. Ugye, meg volt a duel. Ezután történik az, hogy ilyen meg, meglövik az iceberg -öt. Igen, uh -huh. kifektetik először. Igen. Itt it, it píkelt, másodjára van pisz. Neked a lövésnél? <gül> <gül> igen, a lövé De hogy is? Miért? De vár, ez nem az a lövésnél, nem amikor ugye lelepleződik a CP9. Hát, mikor ez hát, van? Akarja. nem, ez még nem az. Ez még, nem. Ez, csak ez még csak meg Ez eleinte, amikor kómába teszik iceberg ja, Lebérgyőkolják. Mm, ez még nekem annyira nem volt ennyire emlékezetes. Nem, csak ez, 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 itt ez fontos része, mert ezáltal indul be a cselekmény, annak az, az a része, hogy a luffiek voltak, akik ezt csinálták, azt mondják, hogy a uh Hülyek hülye kalózok, tetűk kalózok. <laughs> ezt a jelenik meg a Frankie először konkrétan, és így látjuk a karaktert, így mi, mit, mit gondoltatok erről az illetőről? Nekem egyből ráterelte a gyanút, hogy ah, biztos ő volt. Csak akkor, mert még nem nagyon tudtam el, meg elkülöníteni ezt a CP9, meg van ez a Frankie, aki a vezetője a nem tudom kik, a Frankie Kalózok, vagy ne a Frankie nem tudom minek. A, a Családnak, Frankie Familynek és hogy nem nagyon tudtam így szétválasztani a dolgokat, tudod, csak így infodámpolva volt rám az összes dolog, ahogy ezt szokták egyébként Infodámpol. ebben az animében csinálni. Hát, hogy így rám, rám pakolták az összes... Uh, karaktert, meg, infót, ami majd később derül ki, hogy mi, meg, bontódik ki, hogy, ki kicsoda, meg hova tartozik. És akkor így nagyon nem tudtam még eldönteni, és én nekem számomra egyből így ráterelődött a gyanú így Frankire, mert ő is maszkos volt az elején, amit egyébként nem értő még volt, az lehet, hogy ilyen személy el, eltakarja a személyét, vagy nem tudom. És így ő óra is már takarva volt. Ja, szóval én azt gondoltam, hogy fát, akkor biztos, biztos Franky volt. Le, hogy egy tud, egy lehet, mint hogy sziborg. A, a hangja alapján sokáig azt hittem, hogy itt Bagiról van szó. <laughs> Miért? <érde? gül> Nekem is volt nem hasonló, hasonló szerintem a hangjuk. Oké, okay, végül is. a csatáztak egy minimálisat, meg ugye kiderült, hogy érkezik az Akvalagúna nevezetű történet, de ez egy picit később fog bekövetkezni az, hogy kiborg, Franki, ez nektek nem kérdőjelezte meg azt, hogy most egy technológiák akkor hol állunk? Higgyél a világban? <laughs> hát ezt már én sokszor mondtam, meg kérdeztem, hogy igazából most itt év számilag így nagyon sok minden kavarodik így a évszázad eleje, a következő évszázad vége, így a valóság. Egy korok szempontjából így Aha. A valóság. Aha. Hát figyelj, ja. én ezt úgy mondanám, hogy van nagyon sok sziget, van nagyon sok kultúra, Mit tudom Most elmész Afrikába, láthatsz olyat, amit ami nem biztos, hogy annyira szép és kellemes, de elmész Japánba, így egy ilyen menőbb környezet, környékre, akkor ott meg azt látod, hogy anyád mi ez, hologramok vannak konkrétan kivetítve, mit tudom én. Érted, mire gondolok? Csak ezt megszorozva ezerrel nagyjából, mert ahány sziget, ja. annyi ilyen hát, kultúra. Igen, végül is. Azért annyira nem, mert az nagyon sok sziget van, ami nagyon hasonló. Most a Grand Line-on, hogy mi van, az már egy másik tészta, ugye az őrület környezete. Meg ott nem tud utazgatni, csak úgy feltétlenül. Max, hogyha van egy logpózod egy sziget, akkor akkor között tudsz utazni, meg ahol vagy most mondjuk. Oda, uh -huh. Vissza. Még oké, nyilván, ha van minden, ha szigethez logpózod, akkor azt csinálsz, amit akarsz, valószínűleg. Még, még akkor is bármikor jöhet egy örvény, vagy egy fellövő szar, ami kilő az űrbe, <laughs> meg akármilyen baromság. De így alap esetben a normál embernek a saját szigetén kívül nem feltétlenül létezik bármi más ebben a világban. Uh -huh. Uh -huh. Grand Line-on. A egyéb tengereken, ugye a normál négy tengeren, ott, ott még akár simán is érdekelnek, meg utazgatnak. Ja, így a kormány próbálja így egybe húzni az egészet egy eh, kalapalá, vagy, vagy egy kultúrába tömöríteni mindenkit. Nyilván úgy könnyebb kormányozni, hogyha, hogyha csak egyféle népet kell megértened, és így próbálják összefogni eh, az egészet egy ilyen idézőjeles országba, a, ami így érdekes szerintem, hogy így próbálják így összemosni a kultúrákat, hogy minél könnyebben átlátható legyen. Hát, nem tudom. Abba se vagyok biztos nekik, csak így szerintem az a lényege, hogy így mindenhonnan meg legyen a bevétel, vagy nem tudom, minek nevezzem. Ezen a ponton még aztán végképp nem igazán tudunk a kormányosok miatt mondani. Vagy legalábbis mm -hmm. ti, mert én A technológiákat így felhasználják így különböző célokra. Tehát, hogy mit tudom én, van, egy, van ez például ez a kiborg dolog. Biztos, hogy a, a tengerészek között is lesz majd valaki, aki, aki nagyon erős éppen emiatt, hogy így próbálják így össze összeszedni a, a jó dolgokat, így a különböző szigetekről, és azt kihasználni, így e, a e saját céljaikra, hogyha lehetséges. Ja. De Egyébként Frankie úgy néz, mint Popey. Hát a keze, csak a keze. Jó, igen, nyilván, de hogy meglátod a, karjait a csávonat és azonnal az jut eszedbe, hogy ja, ez Popey. Nekem is nekem. Neked, igen, nekem más. Jó, bocsánat. Mindegy. Neked más. És Jani, valami Frankie vélemény? Nem tudom. Nekem Frankie igazából egy az elején egy idegesítő karakter volt, főleg ez, hogy ellopja a pénzt, és egyből elkölti. De így a Water 7 árk végére viszonylag felkúszott így mondjuk közép, közepesen kedvelté. <laughs> szóval nem nagyon, nem nagyon lett még kedvencem, de szerintem még ott látni fogjuk a következő árban, meg még talán nem tudom, később is -e fölhozhatja. Nekem van, nekem van egy ilyen tippem, de ezt ne erősítsd meg, hogy hogy ő, talán, mintha ő, ő, ő rá akarnák azt a hangsúlyt fektetni, hogy ő egy talán, na most nem tudom miért írom így körül, hogy ő egy crew member lesz. Ne erősítsd meg, nem hogy ne is meg, de nekem nagyon olyan vibe van az ő karakteréből. És hogy... miért nem póli? Miért nem póli? Ah. Hát nem tudom, egyébként azért messze Frank sokkal jobban olyan kitaszított, mint a Luffyéknek a, a straw hat, fel mindenki. Jogos. Ugye kérdeztem Sanyitól a nézések közepette, hogy te, Igen, szóval te kétszer is megkérdeztem, nem erőltettem, csak így megkérdeztem kétszer, hogy szerint, szerinted most így ki, ki lehetne innen, mert, mind, mert nagyon sokszor elhangzott az. Akkor, ez már so, na, várjá, nem, 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 nem ilyen az. Nagyon sokszor elhangzott az, hogy kell egy hajóács. Elmegyünk a helyre, ahol hajóácsok vannak. Megkérdezem azt, hogy az szerinted lesz hajóács, hajóács a Az nem Megkérdezte, az a Ice, Ice papot is, hogy izé, hogy nem akarja csatlakozni. Ja. Nekem ott volt az első ilyen gyanús jel, hogy hú, itt most megint lesz egy karakter, és hogy igen, a Franki is ért hozzá, így, így kicsit így belegondoltam, hogy basszus, mintha a franki nagyon rátennék a hangsúlyt. De miért pontosan? Hát emiatt, e, 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 hogy mit mondtál is. Nem találja a helyét ott azon, ahol van. Igen, igen. De van egy családja konkrétan egyébként. Van egy családja? Amúgy? A Vin Diesel Le Lehet a következő árkból kiderül, hogy fasságot gondoltam, de most, most még így ebbe így belegondoltam. Én, 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 nem mondtam azt se, hogy lesz, azt se, hogy nem lesz. Hajóácsot akartak, idejöttek a hajóácsok közé, megkérdeztem most a kétszer, hogy na, mit gondolsz most, hogy itt, ha lesz valaki, akkor ki lesz, vagy nem lesz szerinted? Sanyi mindig azt mondta, hogy nem lesz. Mind a kétszer. <laughs> Ennyi. Most hogy állsz el, Sanyi? Tényleg. Na, kérdezek meg most is. <laughs> most én amúgy, amúgy másodjára, másodjára, én mondtam, hogy lehet, hogy, lehet, hogy Póli még ide csapódhat. De Póli az túl öreg hozzájuk. Miért puh, miért Azt akartam mondani, hogy fiatal. Milyen öreg? Hát azt nem tudom, ő tök izé, öregnek tűnik. ő még ilyen tanonc jelleg. Így. Úgy emlékszem. Mi akkor kaku lesz azon? Hát visszatér. kell egy hosszú úr az Usopp mert Usopp ugye lelépett. Nincs többé. Gondoljátok, hogy nincs többi úszop? Én szerintem még lesz. Én biztos vagyok benne, hogy lesz. Mert ugye most ide küldte a haverját, a haverját so ide a szogekinget, szóval ő most elment valahova. Akkor visszatér, azt mondjátok. Én szerintem visszatér. Így és annyi? Hát, lehet, hogy szogeking csatlakozik a Igen. alaposokhoz. Szerinted jóba lesznek hát, majd így szóval hát, a szalmak hát, szerintem egy jó, jó cseréje lesz az uszopnak. Szerintem egy, egy pót, ez egy pótol így, egy, egy hiányt, ami uszop után marad. Pont ő is az a vicces, hogy ő is egy ilyen sniper karakter, ugye ez meglepő véletlen. Igen. Ja, ja. hasonló. a dal, hasonló. A dalba jól elmondja. És hát nyilván nem is, nyilván semmi köze a másikhoz, hiszen barátok. Hát úgy is De... nem, távolról elvileg. Ja, 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 ja. Elmondta, hogy mi történt, aztán úszott. Úszopp. 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 <laughs> Úszopp. <laughs> ja, ja. Mondjuk őt nem mentették ki a, a vonatról, szóval úszóp még lehet, hogy visszatér valamikor. nem akkor a hova lett? Hát Úszik. Úszik. a tengeren, miről beszélsz? Lát, mindjárt. Na, még vár, erre most vissza akarok térni, vagy ezt ki akarom emelni, hogy most eszembe jutott. Csomószor tök kegyetlennek éreztem azt az animében először ilyen kegyetlenkedést, hogy ugye akik ö, a a vagonban maradtak katonák, azok ugye így ott lettek sorsukra hagyva így meghalni. Ilyen még most szerintem nem volt ennyire így kiemelve, ugye, hogy mikor le leakasztja a vagonokat, és utána hát végül is meghalnak, mert el fognak süllyedni. Hát mondjuk ez, Hogy én is ezt mondtam, én De nem ez történik, a, 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 egy, nem ezt történik, kettő, az a végén van ember. <laughs> nem, a, a, a alapból vágta azt a szart, és akkor ilyen hajók lettek vele konkrétan, lehet ülni, és hajóként funkcionál. Hát jó, de hát azt érted, napok kérdés, és elsőd, meg nem lesz élelmük. Nem jön, de, nem más. és akkor azzal kezdjünk már az Az itt nincs hatása. elmúlt? A szevasz? Annak ott nincs hatása ott helyben, a tenger közepén. Értem. Ha nem a bosz irányból akkor milyen a hatása? Vagy mit tudom? Ki vannak a tenger viszontak? Figyelj, a cunami se mindenhol egyszer a tengeren. <laughs> ezt nem tudom, mit jelent. Hát az, hogy tudom, hogy az egy bizonyos területen belül történik, és nem fokozatosan. Vagy az, ha már így feljött ez a téma, az most minden irányból támadja a szigetet? Nem, vagy csak egy, egy irányból, ezt, szerintem is egyértelmű volt. Jön egy éjszakról tér, akkor kereten nem lesz. <laughs> Jó, mert én arra gondoltam, hogy ha ez most úgyis egy ilyen kör alakú sziget, akkor lehet, hogy ilyen körbe jön, azt így becsapódik. <laughs> ilyen misztikumot próbáltam így köré gondolni, Én... hogy legyen az is, hogy hát ha valami, nem tudom, hát ha valamilyen külső erő próbálja így ostromolni a szigetet folyamatosan. Mert nincs eléggé szétcsesszve szét az a Grand Line egyébként, még oh. kellnek a hülyeségét hozzá. Bocsánat, akkor nem gondolok többet ilyen. Helyes, Helyes nyugodj, erő. csendben. Azért. Nem, nem faszkodok. Na, beszélgessünk a kormányról. Ami a hajón van, tudjátok, ami vezetik így. Ja, hajókon. Ja, Nem, no, hát a CP9-nak, hogy kormányügynökség, ugye ez az egy assassin kormányügynökség, mondjátok már szépen magyarul. Érgyilkos. Bérgyilkos. Bérgyilkosok, ja. Igen, én árnyék ügynökök, akik így beivászkodnak, vagy beszivárognak, vagy nem tudom, mit csinálnak helyekre. És ugye itt kiderül így, hogy szépen lassan, hogy az a CP9, ők akarják elintézni az Iceberget. És felmerül a kérdésnek az, hogy most Robin az barát vagy ellenség, de ezek szerint nem gondoltátok egy percese azt, hogy ellenség lenne. Még akkor sem, Há, mikor visszembáltak. Hát azt, azt nem mondom, hogy nem gondoltam egy percese, de én nagyon hittem benne, hogy nem. Érdekes. Én akkor bizonytalanodtam el, mikor a... Jó, ezt most megint a végére ugrok, mikor a pot is így kicsit íze, ö, eltöri a, a kezekkel. Töljjátok ott a, a vagomba. Gerincre vágja. Mm. Ja. de egyébként azt nem értem, hogy akkor mit csinál vele, nem tudok kitörni a nyakát, Egy az bármely karakternek, amikor ezt a képességét használja, de csak így roppant rajta egyet. Hát jó megfeszíti neki, hogy ne, ne tudj felállni egy 10-20 percig, vagy nem tudom. Gondolom. Hát ez az izi, a, a karate ütés, amikor vannak a filmekben, hogy nyakon csap, és akkor Eláll, eszméletlen lesz. Annak is nagyobb ennyi értelme van szerintem. Valami ilyesmi lehet. Meg lehet, hogy közben azt hitték, hogy megölte, azt kész. És akkor így Ö, azt a látszatot keltette. Vagy megölte. Hogy így tetsz tette így a uszóport. De, post, de nem mi uszóport, a, a szogekinget. Tényleg nem akar. Szóge, szóge, bocsánat, szogekinget így tetsz tette, és így ezzel így a CP9 számára is így biztosá vált az, hogy ő nem, tényleg nem akar elmenekülni, és ezzel semmilyen komoly intézkedést nem kell tenni, hanem békésen velük jön, velük fog tartani úgyis. Ja. Az egyik legfontosabb kérdésem, ezt én nagyon, nagyon várom a választ erre, mit gondoltok az ajtó-ajtó emberről? Ez egyébként epic, epic képesség számomra, jó mert képesség. Az, az csak az, hogy egy falba tud ajtót tenni, az még úgy-e, az egy jó betörő, de az, hogy gyakorlatilag egy ilyen alternatív világot is létre tud hozni, hogy ott ajtó legyen, azért az már nagyon OP az egész cp 9 nek a képesség képességei nagyon, nagyon OP-k voltak. Ki vannak Inkább... hegyezve? Mi, mi volt ki hegyezve? <gül> <gül> Sanyi, ne, ne, kérlek, ne, Ja, a leg, leges, leg, leges legjobb társaságot hozták össze ezzel a cp 9 nal Kérlek, kérlek, Sanyi, ne, ne perverszkedj itt a videóban. <laughs> ki vannak hegyezve? Te a <laughs> Bocsánat. Oké, uh, okay. a hajtóhajtó -hajtó ember. Hajtott. Ugye itt, itt, itt kezd el így kiderülni így a háttérplót, hogy a világkormány az nagyon szeretne megszerezni az Iceberg nevezetű férfitól egy bizonyos blueprintet. Magyarul hogyan hogy van? Tervrajz. -váiz. Ter a Pluton nevezetű ősi fegyverről, ugye, amik már feljöttek korábban is, mert Krokodál is valami ilyesmit keresett még ott annak idén arabasta szigetén. Igen. És ugye itt Ugye a kormány szemében a poneglifek keresése már önmagában egy ilyen bűnnek minősül, és ezért is vannak nagyon durván ráállva Robinra, ezért is, nem tudjuk még pontosan miért is, de utalgattak arra, hogy van még valami egyéb. Azt nem mond rá, ez nem. Nagyon veszélyes tudni. A igen, is, a tudás tudja pusztítani a világot. A tudás hatalom. Igen, igen. A tudás hatalom. <laughs> erről, erről van is így utalás. Egyébként csak én gondolok, hogy ez hogy itt ez a szál, meg így a, ez, ez a, mi ez a Plutó, ez, ez maga a main történet szerintetek? Mert én nagyon tudom hát, sokszor azt hiszem, hogy ez sok, sok visszatér, hogy ez lenne, mintha ez lenne a fő irány. Ez nem a fő sztori, azt hogy meg, akkor van piszt. Hát jó, de Kapcsolatos. A, a, ja. Hát, Lehet, hogy egy szálba megy minden egyes karakternek így a, történet, hát ez, ez, ez a történet. ez, én úgy tekintek, úgy tekintek erre, erre a szára, hogy ez majd a legesleg végén kicsúcsosodik, és hogy minden egyes árkban lesz egy, egy, egy kis utalás. Uh -huh. Benne van. Szerintem is így, ha nem is mindenkinek, de így a, a szálak így, így egybe fognak futni, így több ponton is valószínűleg jövőben. Ja, szerintem is. És szépen. gondolok már, mint fősztori. Hát így bontakoznak ki ezek a történetek. De szerintem fontosabb történet talán az, hogy uszop. De, és miért rá, ne, a Valami nagy fasságot akartam kimondani, de nem tudtam semmi. Mindegy. Mindegy, hagyjuk benne van, ezt, ezekre majd szépen így kitérünk, meg majd így fűzögetjük össze, hogy ahogy haladunk előre, ugye annál egyre több az információ, ami jön majd, és lehet így összekötögetni így a dolgokat a régebbi dolgokkal. Bár hogyha nem elfelejthetek dolgokat így két hét alt, akkor az úgy nehéz lesz. Nálam ez probléma. Az az, igen, meg Sanyinál is. Az az info nagyon fontos, ami szintén elhangzott egyébként, és ezek, azért mondom ezeket, meg azért olvasom fel ezeket, hogy hát, ha emlékeztek egy-két dologra majd, de így az, az ősi fegyverek a világ végét okozhatják potenciálisan, ugye? Most így, így, megkérdezem így abszolút laikusként magukat ezen a ponton, így 260 rész után, 263 rész után, hogy mit gondoltok arról, hogy az ősi fegyverek, ezek micsodák, vagy hogyan kell ezt elképzelni? Aha, erre még mondjuk nem gondoltam. Hm, Sanyi, neked erre van valami ötleted? Nagy rakétavető. Lehet, hogy volt egy ősi civilizáció, ami egy ilyen napkitörésben elpusztult. Mi? és ezért, Ez Ezért létrehoztak egy ilyen ilyen öm, nem is tudom, tárgyakat, amik így fenntartották a De most a, a Assassin's a... beszélsz? <laughs> Igen. <Ülje>. Ilyesmire gondolok <laughs> egyébként valójában, tényleg, hogy vannak ezek a tárgyak, és voltak ilyen régi civilizációk. Sanyi, kérlek szépen, ezt, ezt, írd a már a fel, igaz. ezt írd már fel, mert majd egyszer akkor kell erre reflektálni valamilyen szempontból, amikor egy kicsit több infó lesz. Nem, ez, ez, nem azt jelenti, hogy ez a történet, ez nem azt jelenti, mert nem ez. <laughs> jó. jó. Csak egy-két dolog érdekes benne. Én, én valami erre gondolok, hogy nem tudom, vírus, vagy atombomba. Értem. Nukleáris támadás. Igen, a Covidot küldik majd itt így. Igen, lufira. Nem, egyébként a vírus az nyilván hülyeség lenne ebben a világban. Nem, nem, nem tudom. hogy... hogy ilyen ősi dolgok. Valami De mi az, hogy robban? De régi világbeli dolgok, nem tudom. Figyelj, mert amúgy az, az hogy volt egy ősi civilizáció, azt szerintem elhangzott egyébként Skype-ján. Hát azok írták ezeket a kockákat, vagy mik ezek? A pónegriffeket, ugye? Fú, na nagyon nehéz, mert nem tudom, melyik info honnan származik. <laughs> <laughs> nem vagy benne biztos, hogy Skype-ben elhangzott valami, vagy az később van, vagy hogy van. Na mindegy, próbálkozunk. <laughs> mindegy, érdekes, érdekes. <laughs> És annyi megfejtés, még valahol tetszik is ezzel a napkitörés, Tudom, hogy az Assassin's Creed-ből lopva most hirtelen. tudom, hogy ennek semmi relevanciája nincsen, de valami, valami kicsit betalált fejben. Így belegondoltam dolgokba. Na, és ugye most amit itt felértem, az nem tudom, elhangzott e szintén. Szóval ezt nem mondom. Jó. Uh, Lucci, Bluno, Kaku, Kalifa, szípinyájnos emberek, öt évet voltak beépülve konkrétan ebbe a Kovács műhelybe, vagy mi az a Ács műhelybe. És ugye... Így derül ki. Így derül ki, igen. Kovács műhely. <laughs> ugye van CP, van a Cyberfall 1-től 8-ig van ilyen, az ami hivatalosan be vannak jelentve, mint létező kormányügynökség, vagy nem tudom mi a szar. In FBI. FBI Akármi is. Van, van a CP9, ami titkos azon a kormány ügynökség. Hát, lakar. hogy azt csinálnak, amit akarnak. Így van. Beszivárgó, kivégzióztag. És ugye ezután indul majd el így ez a kis flashbackes történet, miután itt elintéztek. Ja, meg még nem, bocsánat, semmi. Itt az derül ki, hogy a Tom nevezetű csávó az egy hajóács volt, ugye ez egyik legnagyobb hajóács a világon, meg hogy ő együtt dolgozott a Goldie Rogerrel, vagy hát ő csinálta a hajóját lényegében. Uh -huh. Neki volt az Iceberg és a Frankie, aki Kati Flám néven futott annak idején, a tanítványa. Uh -huh. Na mindegy, aztán ugye az Icebergnek a szobájában a Luffy, meg a, meg a Zoro, meg mit tudom én, kicsoda van ott még, azok aki összefutnak Robinékkal, meg hát Lucciékkal, Kakuékkal, és ott elindul egy ilyen... Bocs, megszólalható. Picsit nem. Csak. És felhívni valamire a figyelmet, vagy nem is tudom. Ami nekem nagyon tetszett, hogy konkrétan ez az epizód, ez az epizód, amit most elkezdtél mondani, az, az teljes egészében egy, egy, szobában játszódik, legalábbis a One Piece alapján, amikor mi nézzük. Egy, az, az egész történet, fő történet száll, az egy szoba. Sanyi, píkelt? Hogy így kikérdezik. De, Mit píkelt? Nem, nem, nem de ez egy, ez, egy, ez egy, érdekes adaléka volt a dolognak, hogy így konkrétan egy szobában tömörül össze. dráma lett. Fő karakter, meg, Semmi, mondja. <laughs> Kamaradarab. Az, az, az összes főkarakter, és az összes ilyen ellenf, ellenséges dolog. És ez egyébként egy érdekes dolog volt számomra, így látni ezt, hogy egy darab szoba tényleg az egész epizód. Így van. Bocsánat, folytass. Azt akartam ebből kihozni, hogy itt így sok ember ott van egy szobában, <laughs> és hogy itt... <laughs> Itt feltettem egy kérdés maga, magamnak, net, nektek, vagy nektek, hogy nem tudom, a robin egy jönző fasz. Miért? Nem tudom. Ez, <laughs> Ez is <csak> random. Nem <laughs> nem volt, absz absz abszolút nem éreztem volna őt annak. Ez a pontos se? Mm. Mert ugye itt az... az, az Meg megvéd... egy... voltam végig győzödve az ő igazi Szerin, szerint, szerintem azért írtam fel, mert itt hangzott el az, hogy azért hagytak ott titeket, mert úgy éreztem, hogy így a, az ő segítségükkel a céljaimat jobban elérhetem. Uh -huh. ha? Ez így elhangzott. Aha, ide? azt mondjuk. Igen, ez jogos lenne. Lehet, hogy erre volt feltétlenül. Hogy csak kihasználja ki őket. Mindig, ez az jogos. A, mindig amellé áll, itt aki... volt. Ja, rohadjon meg, tetűfasz. <laughs> Na szóval, <laughs> mindig... A... Mit akartam? Úgy tüntette fel magát, mint hogyha ő mindig a mellé állna, aki a leghasznosabb saját magának ez a szituáció. Aha. Ugye OP az ellenfelekről kiderül ezekről, akikről beszéltünk már többször, azért korábban ásnak hittük őket, de a CP Night tagjai, hogy ők eléggé OP karakterek. És van ez a Superhuman Six Power nevezeti dolog, angolul van így, nem tudom, azt hiszem japánul ez a Rokushiki, vagy valami ilyesmi. Az egyik, fú, mik is ezek a, az Iron Body? Az Iron Buddy, a Moonwalk, a Tempest Moonwalk. Kick, a Shave. Igen. Meg van még valami. Még kettő van. Jó! Ez a képességen. Az, az Iron Body, Body az amikor finger. így... Micsoda? Pistol ja, igen, pistol pistol finger. Micsoda? Pisztofinger. Igen, finger. Még van egy hatodik, csak már hát nem emlékszem, melyik a hatodik. De mindegy igazából. Ezek ilyen nagyon speckó képességek, és egyébként nagyon jó... Nagy... Most... Nem akarok én így beladni a szátokba Forsadovingot, de ugye az előző árkban, a Skype árkban volt a mantra, itt van a, ez a Rokushiki, akármi, amik így nincsenek annyira kibontva, de ezek jegyezzétek meg, hogy vannak ilyenek. Nem azért, mert fontos lesz, hanem ezek, ezek forrásadóingolnak valamit ami lehet, hogy túl sokat mondok, sajnálom, de elfelejtenék. A kedves nézők, aki hallod -e ezt is, vagy kommentelj, hogy anyádnak spoilerzik Kastia, ne nekik, akkor emlékezz arra, -e, hogy ezek a hülyék, ezek ketten hülyék, mint a seg, és elfelejtenek mindent. Szóval szeretném, hogyha emlékeznék valamire egy picit így, hogy így majd mikor eljutunk oda, hogy egy kiderül valami, akkor mondják, hogy jó, te erre a akkor értem már. Na. ha értem már. Ugye? Ja, értem már. Igen? Na, szóval akkor jegyezzetek meg minden szépen. Vagy visszahallgatjátok is a podcastet biztosan, igaz? Persze. Mi? Nem. Ja, hogy ne, hogy ne. <laughs> Köszönöm, hogy tuk... Jó, minden. <laughs> Köszönjük, hogy tök. Szóval vannak ezek a nagyon kemény képességek, amik, amik, segítségével ezek az emberek nagyjából sebezhetetlenek, és eszméletlen gyorsak, és egy, egy kis ujjal tudnak ölni gyakorlatilag. És akkor így, itt kiderül Lucsinak is az ördöggyümölcse instant, hogy ez a Cat Cat fluid modell Leopard nevezetű. Itt, itt, volt először azt hiszem modellizálva egy gyümölcs, hogy nem tudom, hogy mondjam ezt is szépen. Uh -huh. Ugye, hogy mikor macska macska gyümölcsön belül is vannak különböző típusok, mert egy macska se egy macska önmagában, hanem lehet többfajta állat, ugye, egy macska fajták vannak. Szóval, ja. És na várj, és most itt akarom kiemelni, hogy itt hittem egy dolgot, és azt leírtam Máténak, és mondom, úr hogy beszartam egy pillanatra. Hát amikor Lucsi átalakult, ja. ugye, macskává. Látom, eszem, ez hogy Pillanatra. Néztem. ezt csak ugye Máté ezt direkt nem akarom elmondani, de majd ezt később egyszer elmondom, hogy hát hú, miért szartam be. A Jani, az fontos, hogy a spoilereket talál, látjátok? Nem, nem ezt nem. A Jani szpoilert. talált egy spoilert a boltba, talált egy spoilert, nem tudom <laughs> hol? Volt a bolt van, Lidl. -ben. Ez zseniális, Van egy másik infója valamiről, azt még van egy harmadik információ is valami, nem tudom honnan, de ő magától szerez dolgokat, és igen, akkor most, akkor most minimálisan térünk, elmondom, hogy a Skype-i árkban kivágtam a videóból, de valahogy elszpoileztem, amit most nem fogok elmondani pontosan mit, hogy a NL az hova megy, azt így elmondtam nekik. Jó. És aztán rájöttem, hogy igazából azért nem spoilereztem, azért nem spoileresztem, mert ez nem volt benne hivatalosan a mangába, se az animébe, most a mangába igen, így ilyen... Csak később. Hát a bori, nem, hát borítós történetes dolog, hanem az szoktak lenni így a, az első oldal, az mindig egy, nem hát borító, nem tudom, minek nevezzem, az mindig egy másik történetből egy jelenet, általában mellékesebb karakterek mutatjuk be azt, hogy hol van. Szóval amikor volt a, az első podcast, beszélgettük ugye a buggyékról, meg ilyesmi, hogy nekik, ők hogy jutottak el a Luke az a sztori az végig ilyen borító történet volt, és az nem volt benne az animében, <laughs> vagy a mangában hivatalosan úgy mond. És amit az, a Jani, azt azért látta azt a részt, ugye, mert a néztre a fillereket is, mert az fillernek minősül. Aha. De hogy miért, azt nem tudom feltétlenül. Szóval amit én elszporeztem nektek NL-ről, <laughs> <laughs> hogy hova ment, mi az, mi az a tündérfölde, vagy valami ilyesmi azt videót, most nem? megint ki kell vágnod akkor. Nem mondtam, hogy hova ment. Jajos. Jajos. Jövőségből. szóval, hogy... Itt van, majd így, így nem spoiler. Jó, mert fillernek minős. Nem, nem, jó, oké, nem fillernek, de, de nem spoiler. Mindegy. Óvatos próbák lenni, de nehéz, nehéz. Sajnálom, mindenkit, mindenkit elnézést kérek. Ugye itt, a, itt derült ki, hogy a zoantípusű típusú gyümölcs... Na, itt derült ki, hogy a Zoan típusú gyümölcsöknek a a fizikai erét, azt nem az, hogy a végtelenség, de azt én brutál távolságban lehet vinni. Mármint brutál mértékben lehet fejlődni fizikai erő szempontjából. Uh -huh. Szóval, hogyha neked van egy gyümölcsöd otthon, és meg eszel, és is átalakulsz kutyával, vagy valami szar, akkor kezdjél gyúrni, és akkor, akkor kőkemény lesz. Várj, hozok banán. <laughs> Gyors, a a hát mi? a devil fruit. Most elmegy banáni? Dehogyis. De tényleg elmegy, mert elémítette magán. <laughs> És ezt csak így random bejelenti. <laughs> Oké, okay. jó, remélem, hogy megfullad. <laughs> jó, akkor most menjünk át a Tom munkásai flashbackre. Uh -huh. Mert azt szerintem egy még egy érdekesebb ilyen témája. <laughs> Igen. Az érdekesebb téma még így a Tom munkásai. Mi volt annak a nevem angolul? <laughs> uh -huh. Tom Workshop? Tom's Workers, vagy mi volt, így, hogy volt nevezve? Tom's Workers, aha. Ja, hát ugye megtudjuk, ja. hogy a múltban mi történt, volt ez a Spandam nevezetű karakter a CP5-től, és az, az így létrehozta azt, hát, hogy mondjam, kicseszett a Tommal, így megölette lényegével, maradjunk ennyiben, nem akarom hosszasan besélni ezt a dolgot, és ugye... Itt, itt most csak én hogy nagyon tetszett a Tomnak a folyamatos nevetése. <laughs> ja, nagyon szimpatikus karakter az is. Igaz, ilyen ja, bácsi karakter. Volt. Ja, hát felemelt egy hajót is, az kivágta a <coughs> És ugye a Frankinek, mit szerettem volna mondani? Én? Ja, hogy a, én, én, mit szerettem, hogy a Franki az magát okolja valószínűleg szintén ezért a szituációért, mert hát lényegében a saját építményeivel ölette, ö ö ölették meg. Tomot, talán hogy mondjam. Bíján, építmények talán meg, nem tudom, ilyen, Ugyan, ilyen a támadó hajók, akármik voltak ilyen nagyon fapadosak, de működtek így támadásra. Lehet, hogy ölni keményen ilyen hatalmas nagy tengeri lényeket. Hát ilyen, ilyen gépekkel lövették szét a... <coughs> hogy hívják ott, Azt a hajót, ami jött a tengerészet. Igen. És emiatt ugye Tomot Tomra mutogattak, és ezért őt kinyírták. Hát elvitték Enies lobbyba, őt is elvileg, és kivégezték, nem? Uh -huh. Nem vitték ja. el Niels szóval lobby őt a parton ölték meg, ugye a, a legénysége ugye sortűzzel. Ja, lehet így volt. Mert Most ugye belelőtték a, azt a szigonyt, amit ugye nem lehet kihúzni, és utána kiállt a, a Franki mellett, amikor le, lekevert neki egy nagy pofont, hogy hogy Zsuzset tagadja le a, a, azt, amit ő hozott létre, bármilyen is legyen. Ja, ja. ja, ja. Az ekkor volt. És egy szép történet. Nagyon szomorú. Igen, egyébként tényleg a, rájöttem, hogy amikor ah, egy nagy csata van, és előtte akkor szoktak mindig egy három epizódos flashbacket betenni, azok mindig rohadt jók. Minden flashback rohadt jó van Piece <laughs> Maradjunk ennyiben. Jó. <laughs> ugye itt volt az, hogy konkrétan tíz évre felmentették egyébként így, a, volt egy tárgyalás, amik korábban a Tomnak, és tíz évre felmentették. és e, a, fejezze be vasutat. Igen, fejezze be ezt a tengeri vasútat, és ugye utána őt konkrétan fel akarták menteni teljes mértékben, örökre, csak ugye akkor jött ez a kicseszés vele, és kapa lett. Na mindegy, a Franki és a Zussop az Elet rabolva, NES lobbyba. És ugye itt, itt hangzik el először a Buster Call nevezetű történet, hogy egy ilyen is kilátásban van, ami nem tudom neked mennyire esetleg, hogy ez mit jelent pontosan. Ez nekem így nem is, nem is emlékszem, hogy ezt hallottam volna. Nem német kell nem nézni. Lézem. Ugye, hogy a végén is visszajött ez a téma, hogy az arról szól, hogy Buster Colt akkor hívhat a kormány össze, vagy nem tudom, hogy mondjam, amikor van egy el... célpont, amit így instant el kell pusztítani, és így küldenek mit tudom én hány hajót, akik így körbe állnak egy szigetet, vagy egy területet, vagy egy másik hajót, vagy akármit, és azt szénnél lövik ilyen halálba. Ja, hát ez a Nikó Robinnak a flashback volt, most itt eszembe. Hát ott is, hogy már itt is emlegették, ja. hogy ez megkapta a cp megkapta a Buster core felhatalmazást, hogyha bármi van, akkor megtörténhet lényegében. Uh -huh. És itt, itt derül ki az is, Én hogy fél, a... Robin is. Hát ez a végén derül ki, igen. Még, még egyszer, igen, 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 És ugye a Robin azért állt a CP9 mellé, hogy békén hagyják luffy ugye igen. Ja. Valójában barátként tekint rájuk, és egész így csak színjáték volt, hogy megmentse őket, vagy hogy, kik, hogy ők ne, ne keverjenek bele ebbe az egész szituációba. Olyan aranyos. Igen. De azért csináltam, mert tetszett neki Luffy. Okay. Elben én is gondoltam. Igen ki vajon, ki, kivel fekszik le először Niko rovin? <laughs> Sanji? Zoro? Vagy Az, az beszárnék, fel lennék én is. Lennék, lennék oktfotózás. száll, az nagyon meglepne engem. Igen? Bár most mi, mi szerelmiszállnak. A Sanji, hát, amit csinál, az szerelmi ami száll. Jó, nem, nem, hogyha viszont, viszont a van, úgy értem. Mert hát rendes, olyan, ami romantika. Hát és fő karakterek között csak fő között számít. Most, hogy itt tudom én, beleszeret a Zoro a Namiba. nl -be. <laughs> akkor az nem számít? Ki az, az NL? NL, hát a villámber. Ja. Az, az <laughs> nem, nem, számít, de akkor, mert nem fő korakter? Az a lényeg, hogy azon lepődnék meg, hogyha ott azon belül ilyen belterjes szerelmi dolog lenne. Hát ki tudja, ki tudja. Én már lehet tudok hogy kinek Cs. van gyereke. <laughs> Na jó, mindegy. Jézusom. Hajon szülés. Ja, vagy vonaton. Hajon szülés. Hajón születés közben. Ez fejüve. a, a, a hajón ugye, hogy na, a cp elmegy a vasúti sinek. Mi? A vonat... Újra, a, a cp elmegy vonattal úgy, hogy ugye elrabolják uszopot, itt még, Frankit, viszik maguk a Robint, és felszökik a vonatra, ugye Sanji leköveti őket. És így, így, így szakadnak szét igazából, a, az egy csapat egyik fel az ott van, a többiek azok itt vannak a városban, de ezek is szana szét vannak, mert az egyik egy kéményben van, a másik a két fal közé Szóval... Nem A második alkalom. Luffy beszorult két Jaj, épület, közé. Szóval. El, elsőre meg sem volt magyarázva, hogy hogy szorult be. Szóval az első az... Másodjára se. De hát kilőtték őt. de elsőre az volt az, hogy úgy próbálta leutánozni. Le. Igen, próbálta leutánozni a, a kakut. És a másodszor meg kilőtték az ablakon, ugye, amíg a, a Lucsi kivágta a picsába az ablakon, és elrepült. Az beesett két házkő. Nem tudom, hogy a tökönbe egyébként, de meg megoldotta. Hm. De szerintem ez volt a vicc része ennek, hogy mindig valahogy sikerül úgy beszorulnia, ahogy nem tud kimászni rendesen. Még a kémény az durvább valahol, az a kisebb lyuk, így ezt ja. <tos> Igen, amúgy, ja. Meg fejjel lefele, ahol izé a vére fejébe tud szállni. Ez a teljesen valószínűtlen dolog. <coughs> uh, ja, most így a, nem tudom, itt, ami történik utána a vársba, az nem lényeges, ezt így skippeltjük abszolút. Hát az, az volt vicces talán, amit föl lehetne hozni, hogy Sanji hagyott egy üzenetet, ugye, Naminak, ami egy ilyen levél formában volt, és, Ez és kurva vicces volt. egy, egy szerelmes levél volt Nami felé. Na, hogy ki <laughs> volt írva, hogy ezt Nami olvassa, és akkor honnan tudtad? És ja, ki igen. volt az graffitize? <laughs> igen, igen, igen. És a levélben, a szerelmes levélben utóiratba volt az írva, hogy hogy elrabolták a... Ja, hogy elvitték Robint a, a tehát, hogy ez, ez a... a szerelmes ez, amúgy, amúgy, elvitték a fő, az egyik fő karakter. Ez jó, hogy, ez jó, ja. hogy kiemelted, mert ezt tökre nagyot nevettem, és el is felejtettem, hogy ez volt. Ja. Ezt két napja láttad <laughs> De simán elfelejtettem. Meg ja. amikor keresik őket, tehát a luffy ékat, nyilván Sanji-val együtt, mert akkor még nem, nem találkoztak, hogy keresik, ordítják a nevüket, hogy, hogy Luffy, Sanji, Zoro, mind keresik, és akkor így csöndben így elsutogják, hogy Usopp is, de hol ja, igen, jól. tényleg az is nagyon jó volt. Ugye már össze vannak a vesztve hivatalosan. De, de utána leutánozzák a random emberek, és akik csak így igen, igetan igetan és... <gysz> igen, <szab. gysz> <gysz> igen. Is, nem is ismerik, őket egyáltalán. Ja, ja. Ez gondoltam, hogy Sanyinak nagyon fog tetszeni. Ezt is írtam. Kinek egy hülyeség csak. De nem, ez tényleg, nagyon jó volt. Ja, nagyon érdekes az, nagyon érdekes volt az nekem, hogy itt így felmerült hogy bármilyen szinten ezen a pontján a sorozatnak, hogy Zoró érzi az átkozott katonáinak a közelségét. Ja, Aha. Tényleg. És ez így egy tök érdekes téma, amit így kis ki lehet beszélni, nem most még. Egyszer már erről spoiler ezt egyébként. Miről? Jó. De erről a Zoró kardéról, hogy a ezer valandik részbe is felbukkan. Ja, hogy ott is van szó erről a témáról. Ah, hát ah, Hogy, de. igen, hogy később jön majd szóba, de már nem tudom, ezer része korábban de. lett meg említve, hogy így, így, ilyen, így akaratodon kívül is így szétfolyt ez de, de, de én de én tudom. Úgyse, úgyse, tudjuk, az a baj. Ja. Legalábbis ez nekem így sose tűnik fel, meg hogy... Ezért nem haragszom. Ja. Én haragszom magamra azért. A, a másik ére azért haragudtunk. Melyik ért? Az <laughs> Aha. Most majdnem kimondtad még egyszer. Nem mondtam ki <laughs> Luffy epikus bedes erőember. Ez Sanyinak tetszett nagyon, amikor kettét csapta ja, a hegyet, vagy a ja. házat. Az ilyen epik dolgokra nagyon le lehet venni engem a lábamról. <laughs> Ez is, is szokott át átjön azt a két tornyot, ami, ami volt szorulva. Ahol a pozícióból, amiben, ahol esett, ahova, esett, ahova esett, igen. Az nagyon, Uff, az nagyon epikus volt, amikor ketté tolta azt a két épületet, az yeah. jó volt. Paf, is Kijött. Ez ugye az akvalagúna, mint jelenség, mint természeti erő, és hogy az évről évre egyre durvább, az ugye az amúgy tényleg egy elég kemény történet. Meg itt itt Pólius így kapott egy kis karakter, a jellemfejlődés, nem tudom, mert ugye abszolút ellenséges volt így az árk elején még, itt már tökre jó arc volt, meg így meg is mentette igazából luffékat, konkrétan a köteleivel. Mondhatni kötelességnek érezte. <laughs> ah. Nem volt kötelező, de megtette, mert ez, ez egy jó arc. Kötél egy voltak abban a helyzetben. <laughs> Kötelesség tudó a póli. Ezt esküszöm, ezeket felírtam. Nem, a nem írtam nem. fel. <laughs> ne kötek egy kérlek. Szóval. Most mi van? Hol tartottunk? Köteket itt. Igen. A Sanji a vasúton harca boxolóval. Ezen Sanyi megint szintén nevetett, mint az őrült ez a boxolós dolgon. Vicces Hát az a T-bone vagy nem az a t Hosszú lábú, nagyon magas ember, és boxolt egy ilyen kis helyen. Igen, igen, igen. Már ott a vonaton vannak, és konkrétan így a, a vagonban sem nagyon fér el a csávó, de még így, neki így boxolni Sanji-val. Nagyon vicces volt. Ez volt, mert hogy így, így a lába közül magyarázott neki, mert konkrétan félbe kellett hajtani a önmagát, hogy tudjon így normálisan kommunikálni, meg így szembenézni a másikkal. Ez vicces volt az a karakter. Ez a teljesen hülyeség, hogy, hogy boxoló, de így egy ilyen kis térbe zárva, és mégis ilyen óriás. Teljesen haszontalan ebben a környezetben. Kiderül itt, hogy ennyi a Lobby egy sziget, a World Governmentnek az ítélő bírósága, itt tárgyalások történnek, meg mit tudom én, micsoda. És aki, aki átmegy az igazság kapuján, az, az megy szépen a börtönbe. Nem ja, az ez, volt, hogy nem ez, történik tárgyalás. Ja? Ezt mondjátok el még egyszer, mert azt, hogy nem, tud, nem tudatosult bennem, hogy az mi volt, amit a nem így felvázol, hogy aki áthalad az igazság kapuján, meg itt valami izért is mondott, hogy ilyen, akik a tenger hogy ott is van valami sztori. Mi is az? Az én kicsit misztifikálva lett. Igen, De hogy, öt... igen hogy, a tengerményén van valami börtön, igen. nem jutott ki senki. Ja, igen, igen beszéltük az, elő... a... Igen, az Impel Két irányba mehet el az ember. Az az az, az az, az azt mondjátok már így még a... egyszerben. Hát én arra emlékszem, hogy volt ez a víz alatti út, vagy így egy ilyen kiképző táborba kerül, ahol ilyen, nem tudom, én arra gondoltam, hogy ilyen átnevelő táborszerűség, hogy így megfosztják a személyiségétől az embert, és így ö, tengerésznek képezik ki, hogy a tengerészeknek az oldalán harcoljon tovább. Nem tudom, mert nem volt túl részletes a, a körülírása ennek a helynek, csak erre gondoltam, ez a két opció van, most ez az opció, vagy, vagy ez egy ilyen belső döntés alapján, azt nem tudom. Ennyit, ennyit tudok így nagyjából keresztül gondolni ezen az egészen, aztán majd később kiderül, hogy milyen jellegű ez a hely. Én meg nem szólnék hozzá. Teljes. Lehet egy picit a, nem biztos, hogy tudom, hogy mit szabad mondani, és mit nem ezen a ponton. Szóval csessze meg. Akkor ennyit tudok a helyről. Hmm. Nagyon nem. veszélyes, ott maradsz, hogyha egyszer belépsz. Így van. Onnan Oda mi nem jött ki senki, meg ilyen esméket haltak meg. Ja. ja. És ugye most ez az elhangzott, hogy ha luffiek elmennek enni a szlobbiba, akkor hadat üzennek a világkormánynak, és az úgy nem olyan jó dolog. És még egy meg is hátrá, hogy ő erre nem áll készen. Az még, hát, és hát a, ja. ja, ja, ja. Az nem a miatt van, szerintem. Hát de úszap hátrá meg, de Szógeking az megy úgy dönt. inget küldi, hogy menjen akkor helyettem, helyette, mert, erő azért nagyon nagy mesterlövész A mesterlövész szigetről, ami a szívünkben él. És ugye a Chopper voice actor, voice actor tíz részen keresztül. De csak tíz részig. Jó, ezzel ez el, hogy nagyon bepánikoltam. terhes, volt, terhes volt a színésznő, vagy a szinkron színésznő, és akkor most más volt. Aha. Igen, ja, de most terhesen attól mit tud szülni, felvenni. Igen, igen elment szülni, nyilván nem, nem az, hogy terhes volt. Most a terhes is volt, nyilván, ha ah, mindegy. De... De ezt még magyarázzuk. Igen, és akkor volt gyereke, született konkrétan, de nem a szülés közben volt ott szinkron színészet később történt meg az, hogy szült, de akkor már nem volt ott, ez nem tud szinkronizálni. Ezért volt az, hogy más valaki jött helyette, tudod érteni. Szülés közben nem volt ott? De elvileg úgy hallottam, hogy próbálták azt, hogy miközben szült, így belógatták a mikrofont. De az volt benne minden jelent, vagy... Jó film Ja. <gül> <gül> és akkor mondták, hogy ez, ez nem Csássok a Dragon volt. <laughs> <laughs> Képzeljétek már az Usopp meg Luffy verekedésénél ezt a szinkron hangot, csoppánek ezek jettek volna. <laughs> Kiabál Kiobál a, sziget. A, sziget, a sziget, hajóról <laughs> ja. ja, De egyébként fel is tűnt, hogy nem is beszéltették itt annyira Csoppert, csak azok a mondatai hangzottak el, Száj. meg azok a jelenetek voltak meg neki, amik így mangában voltak kötelezően. Aha. Igennyi. Nem volt neki extra jelent, mint a többi karakternek. Ugye? Mert ezt, ezt, már mi is úgy néztük, hogy a sima verzióban ugye ezeket, mert itt ugye elfogyott a One Piece. Viszont a NES Lobby Arc-tól felfelé már minden van és És Janinak is minden van ben kötelező lesz ez után sajnos. Vagy nem sajnos, uh -huh. nem tudom. Mert itt, itt, már itt majd is azért elkezdtek így az idő, időhúzással foglalkozni egy picit, de ez az NES Lobby a legdurvább majd ott indul be inkább így ez a nagyon durva elhúzott jelenetek sokszor. Mindegy. Találkozunk a vonaton a t nevezető karakterrel. Sanyinak a kedvence szintén. Nem, ezt nem mondtam egyszer se. Vicces volt. Szintén. De szimpatikus De, is konkrétan. Félig pedig hülyeség karakter, szerintem. Ez a, ez a mindenkinek a vezetője, és minden katonájáról gondoskodik és a saját ruhájából tép le a, 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 az egyik katonájának egy, egy ruhadarabot, hogy, hogy kösse be azt a sérülését, ami volt, és csak egy ilyen karcolás volt gyakorlatilag. Ez, ez a, a túlgondoskodó túl gondoskodó karakter, amit nagyon érdekes volt ebből a szempontból, hogy így, miért, miért, ilyen egy, 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 egy ilyen kapitány, katona, nem tudom, ennyi. Amúgy igen, jó, karakter volt, azt nem mondanám, hogy a kedvencem. Neked mindenki kérdez, hogy egy picit. Amúgy igen. De... Neked mindenki, itt mindenki mondjuk szó. Szóval. Neked itt, itt volt a jelenet, ami mondhatóan nagyon tetszett neked, szintén az a 300 fontos ágyú. Mikor kettévágták a tenger, így a, hívják, mi az? Mózes. Mikor ketté vágtak a... a hullámot, akvallagú hullámot. Ja, a hullámot, Agva. az nekem is tetszett. Igen. Vagy nem ketté vágták, hanem lyukat vágtak vagy nem tudom, minek nevezzem. Lyukat, igen, hogy keresztül tudjanak menni rajta. Ami egyébként nekem nem tetszett az ellenet, Akkor rosszul emlékszel rá. Ja. Én csak hülyeségnek volt. gondoltam az egészen. Nem szar volt, mert az effekt meg ilyenek, az, az jó volt, csak olyan hü hülyén volt tálalva, hogy nem értettem, hogy ez a képesség, vagy vagy támadás, jellegű tehát támadás, az, az miért, miért úgy jelenik meg? Miért, miért történik meg egyáltalán? Akkor az egy kardjával vág egyet, a másik üt így a levegőbe, és akkor lyuk lesz a tengeren? Hát akkor hát az az erőt bocsárt, egyáltalán erőt hogy értem. egy ilyen az impulzus így szétvágja. A nem, tengeren. hát akkor van punch ment. <síns> Én ezt, 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 hülyeségnek tartottam. Hát olyan löki is hogy generál az ütés, meg a vágás, tetszett. hogy lesz egy nagy, eltolja magától az, é, az oszlopot. A vízoszlopot. Jó, jó. Na jó, van akkor. Nem érti a fizikát a gyerek. Na, a Szogekingi <laughs> akcióba lendül, vagy megjelenik. Uszop haverja. Tök jó arcnak tűnik, ugye. Biztos, hogy járt elba nem úgy, mint Uszop. Ennyivel jobb karakter már. <laughs> elf Báron. Elf, most hát Elf Báron. Úristen, ember. közben van egy One Piece az így ketté tör majd. Kérlek, írja be, írj be kommentbe, aki ezt hallja, és nem ért egyet Janival, hogy tör neki egy ropit. Mi? Oké. Okay. okay. Mindegy, szokja írni valami vélemény erről a karakterről? Az Hogy... Kíváncsi leszek, hogy még úr. hány részt ér meg. Kapott egy openinget, hát ez zseniális. <laughs> <laughs> Én ezt soha nem néztem volna, aki még ebből, a, ebből az animéből se, hogy, hogy konkrétan írnak egy külön openinget csávónak. Hát ez nagyon jó volt, nekem nagyon, nagyon szórakoztató volt. És nyilván a szokásos, uszoppos hazudással körítve nagyon tetszett, nagyon jó volt. Én meg voltam győződve, hogy ez nektek sokkal jobban fog tetszeni, mint nekem, de attól függetlenül nekem is tetszett. Csak hát olyan, olyan kis vámpíszes vicceskedés volt. Mire gondolunk? Hát, hogy ilyen kis quirky humor, nekem kicsit ilyen vicces, de annyira nem. <laughs> és a hogy ide jön megbántanám a szopot. Okay. Nekem a plusz belefektetett energia, ami totálisan felesleges volt. De... Nekem azt tetszik így. így a poénokban azt tetszik általában, amit, amit így a, a, One Piece így felhoz, hogy, hogy totál egy ilyen teljesen felesleges megcsinálni, de csak így a poén kedvér megcsináljuk, és ez a, ez a One Piece Open, vagy a Usopp Opening, vagy Szogeking so Opening, bocsánat, csak már belezavarnak a karakterekbe, nagyon sok van, tudod. A so opening, ez így abszolút erről a az hogy ez a elvegyünk a végletekig csak azért, hogy egy poén megcsináljunk. nagyon vicces. Good, good, good. Nyilván van ebben egy ilyen ilyen mélyebb réteg, amit bele lehet látni, hogy, hogy így felületi személyisége az, 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 nem képes engedni abból, hogy, hogy, hogy segítsen a szalmakalaposoknak, alaposoknak, ezért így, így, eltünteti, vagy el így rátesz egy ilyen külön személyiséget, ami, aminek már az a célja, hogy megmentse a megmentse Robint. Ez így Miért beszélsz Hát így most a pszichológiájáról, ahogy, ahogy a, a, a uszopban végül mehetett ez a dolog. De micsoda, hát uszop nem jól, volt is. itt? Ah, jó, mindegy, mind, menjünk tovább. <laughs> Oké, okay. itt két ilyen minimál harcérenet van még, ugye? Ez a vonzaszak, vonzaszakás csávó. <laughs> Mi volt a neve annak Jaj, a harcnak? Ne. <laughs> Tényi, nem És még ma néztem. Mi volt annak a annak a... És milyen rámen harc, hogy mi volt? Tonkacurá. Rámen kempó. Rámen kempó. Nem egy értelmes dolog, de... Semmi nem volt. volt amikor szép lett a csávom. Szép lett, ah Istenem, akkor azon pont nem volt ebben a hívásban, amikor, amikor arra reagáltam, hogy akkor átszakadtam azon, amikor végül így megjelent így az arca a csávónak, és így, ez a gyönyörű. Ja. Yeah. Egy gyönyörű férfi jövett végre. Gyönyörű férfi lett. Nagyon jó volt. <laughs> Jani, nem tetszett neked ez a küzdelem? <laughs> Ö, nem mondanám annyira, hogy tetszett volna, de voltak nagyon vicces pillanatai. Itt igazából nekem azt tetszett nagyon, hogy Sanji először használta a kezeit, és nagyon ez a, hogy ő a szakács, és akkor így hitvallásból kell megvernie igazából a, a másikot, másik, másikot? A másik az ellenfelét, mert hát ő csak kiadja magát, ő egy, egy ilyen hitvány szakács, aki nem, aki csak egy kontár. Szájából az, az a lisztet, meg ilyen. Jaj. Jaj. Szájából a Liszt kifújja az orrán, ki és előre rámen. Rámen tészta. Viszont mi? rohadt vicces volt, hogy ez kienné meg, mikor így mondják. De nem tudják, hogy így csinálja. Egy egész vonatnyi én, embernek főzött, szóval. Ott látták egy előtte. Hát jó, ők igen, de nem biztos, hogy mások is látták ezt de nyilván nem, nyilván, valószínűleg, hogy nem tudom. De az biztos, hogy annyi, annyi, annyit nevettem ezen a részen, ráment minden pillanat. Az egészséged. <laughs> Ez de ugye Sanji azzal magyarázta ezt, hogy, hogy kezével harcol, hogy ilyen kaja volt, és hogyha és hogy a kezével... Hát konyhába történt. történt. Igen. Konyhába történt, és ugye a ráment vagdosta a késsel, szóval végül is kaját vagdosott vele. Csak az azon harcolta, és semmi más nem vágott meg, csak a kaját, a ráment tésztát vagdosta vele, és utána eltette a késeket. Uh -huh. Ja. Szóval, ja. ja. Volt szóval, egy A nem tért ki a hitéből. <laughs> Ja, szóval volt egy két jó példa, nyilván egy random harc, nem tudom, baromság kategória, de így a, szerintem Sanchinak a személyiség ez, ez ez a harc egyébként így. Még, még jobban éreztette, hogy a főző, nem az, hogy főzés, hanem hogy az el vagy azok milyenek, meg mit tudom. én. meg. Így van. És volt egy másik is harc, ami egy vágás volt lényegében, hogy a Zoró meg a t között. Mindegy, a Zoró meg a tibón harc, amikor megy a vonat, azt futott a csávó a sineken. Az is egy menő volt, ugye. De az, azt, azt nem értettem, az, hogy tudott futni, az a síneken futott konkrétan? Sínen, Igen, az ott gondolom. Úgy, a sínen. Tehát a vízen a sín, és az ott futott. Az annyira izé volt ilyen fura, hogy van a világ végéig elfut. t -bon, kapitány. T -bon. De ki miért volt ilyen arc? ijesztő az arca? Hát <laughs> ez nagyon jó kérdés. Ki tudja. Szerintem van válasz, de így hirtelen? Lehet, hogy valamilyen folklór van, van egy ilyen ehhez hasonló. Hát mondjuk azt, hogy egy, egy, egy katona, aki mindent feláldoz arra, hogy a, a többi katonatársát megóvja, de a saját egészségével nem törődik, vagy itt tudom én, Na, mi ilyesmi lehet. Hát a végén nem is volt üzék köpenye. <gül> ja. <gül> széttépkedte az embereinek. És ő még egyébként bosszút esküdött egyébként, ott a vízen úszva. Szóval lehet, hogy látunk egy visszatérését. Ajjajjajjajjajjajjaj. Ajj, Lesz itt Jó, még félelmetes harcok. Ki tudja, Két vágásos, lehet, hogy már három kell. Lehet, legközebb már állni, ezek az meghal. <coughs> itt elhangoztak ilyen egyéb információk, meg itt jött, a, itt jött egy minimál flashback a Robinnak, ugye, hogy Robin elvileg képes felébeszni valami démon, meg mit tudom, hogy miről beszélgettek itt. És hogy Robin a túlélője annak a szigetnek, amire hívták a Buster Colt. És nem tudom, a neve elhangzott-e. Nem, azt hiszem nem akkor mindegy, akkor nem mondom, mert nem biztos, hogy spoiler egy név, de mindegy. <laughs> és hogy ugye ennyi a szlobbiról is láttunk egy-két shotot, például az, hogy ez egy ilyen éj nélküli sziget. sziget. Hát így lebeg egy nagy lyuk fölött, név, víz lyuk fölött, és hogy egy éj nélküli Én sziget. Szóval így konkrétan sötét van, akkor ott világos van, mert így a, világ, a sötétség az megszakadott. Ne, ne, ne <gül> <gül> Lehet, hogy ki lesz fejtel. Lehetséges. <laughs> <laughs> ja. Ne, nekem ez mondjuk fel se tűnt, mert csak így csodálkoztam, hogy ez mennyire különleges hely. De hát itt csak is. a feliratban volt, hogy éjjelküli, amúgy nem volt róla szó erről egyáltalán. Ott láttuk először ezt a, ezt a dolgot, és a kizárólag a nevében volt ez, hogy nélküli sziget. Ez így ezzel le is volt tudva, ott mindig világos van, szavasz. Így fel lehetne Én hozni. Hát igen, ja, fel lehetne hozni ilyen teóriák szempontjából azt egyébként, hogy a, mondjuk minden, ami a Grand Line-on történik, ilyen furcsaság. Mi van az, hogyha ez az összes ilyen furcsaság az abból adódik, Állam. hogy valaki használt egy valamilyen gyümölcsöt korábban mondjuk? Mire gondolsz? Hát mondjuk ott, ott, éjszaka van, vagy az nincs éjszaka, hogy valakinek, mit tudom, volt olyan gyümölcse, hogy mit tudom én, éjszaka, éjszaka gyümölcs, és azt úgy használta, ott valami történt, ott harcolt valakivel, és ez, 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 ez a lenyomata a dolognak. Oh. Még a lyuk is az éjkeletkezett, mondjuk időjárás, időjárás, gyümölcs. ott van egy nagyon egy jeges gyümölcs, ott van, egy, mondjuk egy olyan klímájú sziget, ami abszolút nem illik oda, előbb még nyár volt, aztán hirtelen tér volt. Valaki mondjuk egy ilyen jeges gyümölcsöt használt korábban, ez így maradt. És azért van a Grand Line, hogy egy csomó ilyen hely, meg sziget, meg minden, mert ott emberek itt harcoltak, meg hatalmas összecsapások voltak korábban is, és ilyen lenyomatai ezeknek. Milyen titánok harca. Ez úgy jól, amiről hangzik ez lehet, hogy minden megmagyáztó azzal, hogy vannak ezek a furcsa képességek. És amúgy a világ az mm. tök normális lenne alapból. Most hogy a grandány úgy ott hogy volt valakinek ami áramlat, áramlat gyümölcs, csak szétcseszte az egészet, érted? A jó és a rossz a, arca. a jó és a rossz Ide. és a csúf. Ja. Ja. Hát és nagyjából itt zárodott így le nagyjából az árk így félbeszakítva, éppen beérnek így a Ennis lobbyba. lobbyba karakterek, lufiék hátul jönnek valahol majd és majd valami fog történni. Entit. Meg uszó, leamortizálták. Itt ilyen ott még volt ilyen jelenet velük, amúgy, hogy lecsapták őket. Ja. ja. Mi, mire számítok itt a, a következő árktól így? Hát, mint amivel annyira már említettük, hogy szerintünk ugye rufiek visszafordulnak, és kikötnek a Water 7 a helyén. Helyén? Erre számítok. Vagy hát a szigetén. Én. Ilyen magyar tanul fogalmaz. Már nincs ott a szigetem. Igen, Igen, én, én is ezt gondoltam. Is Amíg ez meg nem a... tudtam az Árknak, a, a következő Árknak a címén. Attig ezt gondoltam. Viszont ezt az... lesz egy nagy ostrom, vagy ilyesmi. Ja, de nem. Kiszabadítják Nikó Robint. Nikó Robin mondja, hogy nem jön velük. Nem. Azt <laughs> mondtam, akkor honnan, hon, hon, hogy mennek el, hogyha nincs hajójuk már meg egyetlen a Going Merry, az egyetlen elpusztult. Jaj, ne! Ha leesett, ugye? Még a sorsát. Azt még nem tudjuk. Hát valószínűleg, ja, már az kicsit hülyeség lenne, hogy igazából semmi baj, csak ott még úsz. Hát esett már nagyobbat egy évként, szóval. De be is nyekkent. Hát jó, de esett, azt nem volt akkor nagy baj, úgymond. Nem látható, hogy hirtelen a probléma. É. Én a Going Mary sorsára vagyok leginkább kíváncsi egyébként, hogy őszintén megmondja. Ám, ezzel még nincs vége. Tudom, a legkérdéses És akkor Robin is megúszott, is visszatér, majd azt mondjátok? Én szerintem ezek az álló karakterek visszatér. addig maradnak, amíg a One Piece tart. Én meg vagyok győződve, hogy itt nem száll ki senki. Igen? Én szerintem ne. Szerintem is van benne valami. Igen. És akkor lesz új karakter? <laughs> Hát, Sanyi? Megy be. <laughs> esélyes, most már esélyes. Most jár. már igen, előbb még nem volt, hogy mi a szar? Én meggyőztél. Igen, így van. Én? Meggyőztél. Igen, igen. meg, hogy hú, hát <laughs> <laughs> egy ács kell. Ők mondogatják állandóan. Erről szól 60 rész óta, hogy kéne egy ács, kéne egy ács. Az elején volt a tojára szó erről. Meg kéne egy, egy énekes is, nem? Kéne egy, kéne egy ács, kéne egy énekes. Van egy furú jázik meg aki játszik a melharmonikán. Melharmonikán. Van az ja. a... <laughs> hát ez ilyen tipikus ilyen tengerész dolgok. Na mindegy. Na jó van. Akkor, Akkor a következő adag az nem lesz olyan durván hosszú, a 261. résztől a 325. részig. Most mondhatja Jani, hogy ja, de, az hosszú, az, az hosszú. De a One Piece verzióban nem annyira hosszú. szóval, <laughs> ez nem lesz necces. Ez holnap vetjünk is fel. <laughs> ez a post. Izé, vagy poszt, ez a Ennis Lobby árk. Így van, de ne nézeges már ezeket, nézegeted. Hát de valami az... le kell töltenem. Mondtam, hogy küldöm, te állat. Ja, hogy ne nézzem meg a többit előre, jó? Még hát nem mert hiszem. minden szart meglátsz így. Meg hát itt a One Piece, hogy szedj ha hogy nem is van a One Piece oldalra, de a One Piece oldalon vannak index képek, azt lát jeleneteket konkrétan. Ja, ja. <laughs> Nézd meg, már kezdeném, már csinálná itt a botrányt. Élő adásban spoilerzett a botrány, magának nem? a gyerek. Az csodálkozik, hogy tudja a végét is már lassan. Na jó van. <laughs> akkor jövünk ezzel a következő szekcióval, amire most nem mondom ki a nevét, akkor <laughs> mindenki tudja, hogy NES Lobby illetve a post NES Lobby van szó. Ezek elmondhatók. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Hello. Hello! Cső! Hello! Szia, szia, szia! Hello! Hello! Cső! Tudjátok, miről nem beszéltünk? Mire? A nyugodt, nyugod kígyóról, hogy mi a Miért akarsz beszélni a nyugodt kígyóról? A higgadt kígyóról, te. Ez, ez, a higgadt kígyó? ez a higgadt kígyó?